után 18 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatóink, itt vagyunk. Kedden van, és... Kedden van, és szemerkélő esőbe jöttem. Hideg igazából nincs, tehát aljas az időjárás, mert esni esik, de nem, nincs túlságos a hideg, úgyhogy nem kell még nagyon fölöltözni, meg a gyereket sem fölöltöztetni. Viszont hát az eső az esőt nem ússzuk meg, úgyhogy úgy lehet készülni. Egész héten kb. Ilyen meleg, vagy hideg, vagy mit tudom én, mi lesz, ez a hőmérsékleti érték fog dominálni. De szépen fogalmaztam, hogy meteorológusnak 13-14-15 fokok lesznek, hát az idő meg ilyen, a eső szempontja meg ilyen szöttyörögös lesz. Igen, ráadásul ugye pénteken hallom, hogy megyünk kitelepülni. Megyünk. Már igen. Tudtam én ezt, de hallottam. Budaörsi áruház. Juronics. Igen. Nem a Reggio játékbolt, hanem Juronics. És oda megyünk, úgyhogy ott leszünk Budaörsön, nagyon meg közel van hozzám, úgyhogy még később kell indulnom. Nagyon jó. Még 10 perc. Még egy kis alvást kapunk, és mindenféle nyereménnyel készülünk, úgyhogy egy újabb kitelepülés, gyerekek. Hát nem hagyjuk abba. Meg olyan nyereményekkel, amiért nyugodtan lehet kínálni az esőn is akár egy kicsit. Tehát ha rossz idő lesz, akkor is tudtam jönni. Nagyon-nagyon komoly nyeremények. Igen, de én már azt láttam, hogy egyébként kiváló idő lesz pénteken. Igen. Tehát, hogy napsütés, igen. Már holnap sütni fog a nap. Hát nem lesz már ez a 20-25 fok, de holnap már lehet olyan 13-15 fok és napsütés. Szeretem az én időket, még tudok aludni a Takkernek a hátsó ülésén, majd a Monának megmondom, hogy nyaláboljon fel, és rakjon át a taxiba reggel, akkor fel se kelek ezért. És így lefekve, tehát hogy teljesen felöltözve fekszel, majd leeste, csak meg kell rakni. Betámasztam magamat a hátsó ajtónak, jó, mert jövünk hátul az M0-áson, aztán az nekem még mindig egy ilyen 20 perc for. És irgalmatlan jó játékaink lesznek. Nagyon jók lesznek. Tehát az eddigieknél is különlegesebb. Tehát lesznek a szokásos játékok, ez a fekete-fehér meg a Dóra, azért is lesz. Milyen ajándék? Juronics ajándékcsomag. Nagy Juronicsos, és akkor lesz még egy csomó különleges is. Bizonyám. Rengeteg minden lesz. Nagyon értékesek. Rádió. Rádió is. Mindent lehet. Igen, feleset ugye már, hogy mi lesz. Amúgy én a spotot hallgattam, de ott is nagyon-nagyon komoly nyeremények voltak felsorolva. Hát mondtuk, hogy gyerekek. Nézd, egy gyengébe kell, ki sem megyünk, hát érted. Nem viccelünk, persze, hát tévé nélkül, meg ajándékok nélkül nem megyünk. Gyerekek. Úgyhogy ez a pénteki napunk, de még beszélünk róla sokat, hogy hova kell jönni. Sokat. Na, mi a helyzet? Minden oké, minden rendben? De hát hogy ne volna minden. Visszahoztál egy pár dolgot most? Vissza. Vissza? Látom. Feltűnt? Persze. Jani elvitt egy pár dolgot az asztalomról, aztán visszavitt. Aztán tegnap bejött Móni, aztán visszahozogatott egy pár dolgot. A többi is már le van rendezve, mert mindegy, picit egy belsős info. Megvan-e már a recept? Milyen recept? Most értenem. Az ételek a receptje, amit el fogsz majd a kaszakonyhában készíteni. Nem is beszéltünk azóta erről a Tibivel, meg nem is csörögtünk, meg nem is jött szóba. Hát ez egy ilyen provizórikus igen volt, hogy majd valamikor. Tehát, hogy úgy nem jutott még eszembe, meg nem is volt, hát nem is hívott, én se hívtam. Te nem csörögtél, vagy nem, ő csörgött, csak nem vette fel a Balázs. Igen, egy ilyen állandó tiltás van, hogy állandóan foglaltatja lesz, ha hív. Nem, még nem gondolkoztam rajta. Szerintem a taxi lesz először, mert én azt jobban szeretem. Tehát a főzés az kicsit ilyen kicsit ripacskodás, kicsit izé, nem? Én mondtam, hogy a Takkert nem összesen dumáljunk komoly dolgokról is, annak legyen egy jó hangulata, és akkor majd valamikor 100 év múlva egyszer talán. Tehát, hogy... A főzés az ripacskodás? Hát nem, tudod, hűlsz meg, az nem annyira komoly, azért a taxiba lehet beszélgetni. A taxiba komolyan beszélgetni? Én nem láttam. Én sem láttam még egyet sem, de szerintem ott azért van rá idő. Meg én mondtam is a Tibinek, hogy én akkor megyek el, ha nem csak öncélú marhálkodás, hanem azért lehet egy-két komoly dologról is beszélni. Tehát... És együtt elénekelhetek majd egy jó neotól. Is. Így van. Mind a ketten kedvelitek. Mert énekel is? A kasszataxiban van ilyen is amúgy, igen. Tehát, hogy a vendégnek kell dalolni. Ha volt már olyanra is példa. Hát az amerikai, az ugye, James Corden csinálja. Most törlöd. Tessék? Most törlöd a számát. Ja, ne. Hát ez egy amerikai a Late Show-ban énekelnek, a James Corden énekel. Ugye neki van egy ilyen rovata, hogy ő elviszi mindenbe a Barack Obamánét, és akkor közben énekel. Tehát Tibi ennyivel több, hogy nála a Carpool Karaoke az a címe. Tehát, hogy nála ez nem egy, hogy hívják, nem csak erre épül az egész. Tibinél sokkal több, tehát ennyivel jobb is, mint az amerikai kollega. Jó, hát ismerve magamat, én azért alkudozom erősen. Szóval én azért alkuképes vagyok, úgyhogy megteszek majd mindent, ennyi, ha csak olyat csináljak. Hát bár a tegnapi her éneklés után szerintem simán belefér. Tehát, ahogy a hert nyomtad. Ja, hert. Ja,
figyelni. Marulásban benne vagyok, csak szóljon valamiről, én mindig azt mondom, hogy ökörködjünk, csak legyen egy kicsit valami olyan, amikor úgy nem tudom. Kicsit tartalom is. Kicsit tartalom azért az legyen, igen. A főzésre rossz, én szoktam figyelni a Ferinek, vagy illetve, bocsánat, a Tibinek a receptjét, tehát Ferét is szoktam figyelni, csak azért ugrott be, mert hogy elég érdekes a kontraszt a kettő között, mert ugye Feri egy picit szofisztikált, a picit az nagyon erősen idézőes, mert nagyon szofisztikált hozzá képest. A Tibi inkább ezt a házias vonalat képviseli. Tehát, hogy nálam mindig azt látom, hogy ilyen lecsó, olyan rakott. Tök bézik kaják, igen. Igen, de hogy ő alapvetően tényleg ezeket tolja. Nekem ez szimpatikus, de hogy így szóval nála nincsenek, nem főz bele zsáját. Aha. Majd adok neki, na, és igen, akkor tesz bele legközelebb. Fedélye van másfél kilo mindig. Farzsem. Nagyon kell a zsája, vicces. Na, viszont képzeljétek el, mi történt tegnap az adás után. Itt felgyorsultak az események, mert gyerekek, égtek a vonalak, a sales az 10 óra óta folyamatosan dolgozott, és úgy néz ki, hogy van autó, de hogy egy ilyen baromi gyorsan. Mert majd beszélünk velük, és szeretnénk őket adásba tenni. Már 9 óra után egyébként már jelezte a sales, hogy már alkudozás ment, illetve pontosabban tárgyalás, inkább így mondom. És lehet, hogy meg tudjuk csinálni azt, hogy autó után autót adunk. Nagyon jó. Mert lesz egy vadonat új, gyönyörű, szép, Lada gyerekek. És majd kirakjuk a Facebookra, hogy senkinek ne legyen ezzel prekoncepciója, hogy azt kimondom, hogy Lada, mert ugye a régi rossz, kicsit kommunista élmények élnek bennünk, hogy hát messzi Oroszországban milyen szép. De ez nem egy 1002-es. Ez nem egy 1002-es, hanem 1005-ös. 1005-ös, igen. 1005-ös, öcsi, vagy hogy mondták, igen. 1005-ösi. Így van, de hogy egy gyönyörű, szép, már sokkal inkább a nyugati autókra hajazó autót kap majd az a család, aki rászorul, úgyhogy tudjuk csinálni a játékot olyannyira, hogy tegnap már eztető aláhozták a mi szélszeseink, de hát ez kellett, egy szponzor gyerekek, úgyhogy még egy tapsz neki, megvan az autó, meg tudjuk csinálni a mindenki nyerjen egy autó után a jótékony autóosztást is. Úgyhogy ennek a szabályait kell ma még akkor kidolgozni, hogy lehet nevezni, be lehet nevezni más családot, szerintem be lehessen nevezni, az egy jó ötlet. Az egy jó ötlet, ezt a szélszesek dobták föl tegnap, úgyhogy ez már benne is van a promóban. Úgyhogy lesz autó. Nagyon jó. Lesz autó, nekünk kell dönteni majd, megszólaltatunk családokat, és ezt el tudjuk dönteni. És hogy... milyen lesz? Egy Lada Vologya? Lada... Én nem tudom, nem ismerem a Ladát, csak ha beütöttem már tegnap, megnéztem interneten, némi úgymond ilyen semleges előítélettel, ha van ilyen. És figyelj, hát szóval, a hogy... A Vesta gyerekek, én rákerestem, én is ezekre a dolgokra. Egyébként halkan mondom az, hogy annak idején azért a Lada az egy prémium volt. Prestige autó volt, az 1005-ösi, az 1005-ös, az meg nagyon. Tehát, hogy akinek az volt, az a már így nagyon szemesztő, hogy apám ennek nagyon megy, ez biztos vállalkozó. Minden másért picit húztad a szádat, amikor a Merkur bemondta, hogy hát az sajnos nincs, de lehet válogatni. Tehát van gyönyörű szép Zaporos, ez is például, vagy ezek is 1005-ös Moszkvicsé, és az is jó volt, nekünk is az volt egyébként, az jutott, de például az egyik rokonunknak, nagynénémékének például egy piros 1002-es volt, piros 1002-es, és hát tudjuk akkor, hogy a piros volt az abszolút prémium. Az volt a plusz 50 ezer. Igen. Igen. Az egész autó, tehát az egy prémium volt akkor a Lada, és én most megnéztem a képeket, szerintem nagyon. És megint nézed a Grand, tehát nézed, hogy melyiket? Én egy Vesta nevezetűt nézem, az egy ilyen szedán. Uh-huh. Ez az egyik modelljük, nem tudom, hogy ők mit adnak. Na, majd megbeszéljük, akkor rájuk keresünk, megnézzük. Mondják el, de ez nagyon normális. Tehát teljesen jó kinéző autó. Hozzáteszem azt, hát most már nyilván nem olyan a piacgazdaság, hogy mondjuk szervizbe is lehet, hogy ez olcsóbb, mint mondjuk egy nyugati modell. Nem tudom, hogy milyenek az áraik, meg hogy mennyibe kerülnek az autók, de ezt így elnézve, ez egy nagyon kulturált, és még valami, hogy ez ugye most így ilyen szociális érzékenységből lesz kiosztva. Tehát mondjuk te tudod, hogy a szomszédodnak van 3 gyereke, nincs pénzük, nehéz körülmények között élnek, de vinni kéne a gyereket kocsival, mondjuk ugye tegnap is jöttek már ilyenek. SMS-ek, hogy beteg gyerek van. Na most szerintem, aki kapna egy ilyen autót, az az egekig szárnyalna. Főleg az extrákkal, amit mi már tegnap összetettünk. Bizonyán, beletettünk egy csomó mindent. Tehát úgy indult el egy játék, hogy az extrák hamarabb megvolt. Srácok, mint az autó. Külön garázs kell majd az extráknak. Vagy nézem, a nagy családosoknak ez a Granta lenne szerintem a legjobb, de én például egy Kalina hatchbackkel. Lehet, nagyon boldog. Én nézze, az nekem az nagyon tetszik például. Jó, felhívunk majd valakit a Ladától, mert kaptunk kontaktot, és akkor elmondja, hogy mire hallottak, vagy mit hallottak az ötletünkből. Miért gondolták, felhívjuk úgy, megköszönjük neki. Igen, felhívjuk Putyin. Miért adott nekünk Ladát. Jó, az. Igen. Szóval nagyon örülünk, boldogok vagyunk, és reméljük, hogy egy családod boldogá tudunk majd ezzel tenni. Jó, úgyhogy erre még visszatérünk. Mi újság egyébként?
Csendnyugalom. Csendnyugalom, békesség? Így van, egy unalmas hétfő, leckeírással, ilyesmikkel. Hát, ami az iskolás szülők dolga. Mi ott tartunk, hogy nem akar lefeküdni aludni, mert holnap iskola. Utálja? De miért csak odáig fenn akar maradni? Most már kezd neki tele lenni a hócipellője. Hányadikos most? Nyolcadikos. De mondtad, hogy ez az első hónap, amint túl vagyunk, hogy van még egy pár. Igen, hogy már most már mindjárt végig. Sok mi? Tarts ki kincsem. Sok? Hát sok. Nagyon sok. Hát ráférne egy pici megreformálás majd jövőben, mondjuk ez már őt nem fogja érinteni, általános iskolás vonulni nyilván, mert most már jövőre a középiskolába, vagy gimnáziumba megy, de hát rengeteget kell tanulni. Figyelj, az, hogy bent vannak egész nap, hazajön egy gyerek, és ahelyett, hogy játszana, még este neki leckét kell írni, hát ez milyen dolog? Elképesztem én is, hogy magolni való. És itt a magolni valon van a hangsúly alapvetően, tehát hogy én azt látom, azt tapasztaljam, illetve tapasztaljuk, hogy így bemagolja, oké, leadják az anyagot, és már felejt is el az egészet, tehát hogy és magolni. Tehát következő órában tanulod meg, épül be szerintem. Nem. És utána mindig így visszakérdezgetek egy-két dologra, csak így ilyen teszt jelleggel, hát nem. Nem épül be? Nem. Hát ami mondjuk beépül, az egyértelműen mondjuk az angol. Tehát, hogy ott érzem. Tehát, hogy azt ugye használja, igen, ő azt angolul használja, beszélgetek is barátnőjével az interneten, az tök jó, és az működik. Az a hasznos tudás. De az összes többi, az itt tényleg átfolyik rajta. A rengeteg információ, és a felese épül be, hát csoda. Igen, hát ez az oktatási rendszer egyik nagy hibája, igen, hogy nagyon magoltatják őket, igen. Sajnos, hát sok hibával együtt. Na mindegy, jól van. Évszámokból dolgozat. Tudod, milyen izgalmas, nem? Tudod, évszámokból dolgozat. Tök izgi. Mondjuk neked megmaradt tökre. Igen. Az összes évszámokban én valahogy jó vagyok, igen. Igen. Tehát azt úgy, az Balázs nagyjából vágom. Balázs és az autisták. Már nem akarom megmenteni őket, de ő így... Igen. Nem akarod őket megmenteni az autisták. Én egészen jó vagyok évszámokban. Jól van, hogy állunk játékkal? Egy nullára vezetünk. Te kényszerítetted ki az egyébként nagyon profi játékosból tegnap reggel. Kizettem belőle nagy nehezen, igen. Igen. Jól van, lehet jelentkezni játékra, drága hallgatók, kicsit esős az idő, de azért ébredezzetek, jó? Szépen lassan, mi pedig akkor kezdjük a reggelt, jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc, pontosan 7 óra, egy jó kis Wolf Kati, hát mindig jó a Kati. Igen, hallottuk már. Egy jó kis dal volt, ezzel mentő az Eurovízióra. Én szerettem egyébként. Ez egy jó kis dal, így. Ez jó kis dal. Na, azt mondja, hogy mit írnak hallgatóink? Már most beállt a budakeszi időjárástól függetlenül, hát hogy csináljátok valamit, te jó Isten. Nem tudunk mit csinálni. Hát ez... Hát most... Tényleg nem tudunk mit csinálni. Szentendrei úton befelé a Csillagvár bevásárlóközpontnál koccanás van, és ezért a sor már a Békés-megyeri részig áll. Ezt Jampi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt képest, hogy régen utáltam a műsorotokat, manapság minden reggel veletek indulok munkába. De szeretlek, ez jó. Ma reggel pedig már majdnem megkönnyeztem a jótékonyságot. Minden elismerésem a tiédek van. Köszönjük na, szépen, mire, Vándor. Na, mire megszülünk, meg is szeretsz minket. Így van, köszönjük. Köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy jó, oké, nézzük meg akkor, hogy ki a játékosunk, mert hogy bár itt is van velünk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt, szép reggelt, fiúk! Anikó vagyok Sarkadról. Szia! De örülök, hogy hallom hangotokat. De jó. Hello, Anikó. Mi is örülök nekem. Jó reggelt. Sarkadról hívtál minket. Mit csinálsz arrafelé? Sarkad? Éppen készülök dolgozni. Komolyan? Készülök dolgozni, csak minden reggel veletek ébredek, és gondoltam, hogy küldök egy SMS-t, és végre sikerült bekerülnöm. Csak látod? Annyira örülök neki, hogy már szebb a napom. Ha úgy indulok neki, ha megnyerem, még szebb lesz, mert ajándékcsomagot szeretnék nyerni, de ha nem, mert ez is benne van, ez a B-verzió, akkor is volt egy... Jó, játékom, hallottalak benneteket, és jól indul a napom. Na jól van, hát akkor örülünk. Ez a pozitivizmus. Ez nagyon, nagyon csinálni, pozitív. Kávéztál már, vagy erre a lendületre még iszol egy kávét, mert ne? Persze. Fölég sarkas, vagy sarkas, bocsánat. Igen. Oké, na jól van, figyelj, hát akkor menjünk, jó? Menjünk. Kivel játszanál? Veled, Balázs. Veled. Tegnap is veled. A szegény fiú játszott, hát nem, van neki a Kaszatibivel elég baja, még te is jössz ezzel. Én is baj vagyok, Balázs. Nem, baj, nem, baj, nem, a hallgató sose baj. Majd a játék végén megmondjuk.
Hát az meg a másik. Az meg a másik, igen. Na menjünk akkor. Menjünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagyok, elindultunk. Na mi a helyzet? Mi a helyzet? Mesélnél Balázs a két srácodról? Mit szeretnél tudni? Mit szeretnék tudni? A nagyobbik kisfiadnak, Benikének, hogy megy az iskola? Jobb alapján azt hiszem, hogy jól megtalálta a helyét, szereti. Szeret tanulni? Szereti az osztálytársait. Szeret tanulni, szereti az osztálytársait, hál' Isten lecke az még nincs. Na, hála jó Istennek. Szüli értekezlet volt már? Volt, több is voltam is. Volt minden szüli értekezleton, ott vagytok? Igyekszünk ott lenni. Viki vagy te, szoktál menni már? Honnan vagy, a tanfelügyelettől vagy? Gyermekgondozástól? Teljesen más munkakörben dolgozom, úgyhogy nyugodtan válaszol. Neked van gyereked egyébként? Persze, három felnőtt gyermekem van. Már felnőttek? Három, így van, felnőttek. Öt unokám van. Ez igen. Szép játék, jól nyomtad. Szép. Komolyan mondom, későn ébredtem. Túlottunk, magabiztos voltam. Mondjad? A nagyobbik lányom olyan idős, mint te vagy. Ne csinálj. Így van. 25. Neki így van. De jó is volna. 28. De jó is volna. Neki is van egy kicsi. Anikó, Anikó, csak bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy megnyerted a játékot, meg adunk vagy. Egy ajándékcsomagot. Jó, meg vagyunk már. Már eltelt az egy perc. Már igen, éreztem én, hogy szerintem te ezt még nem tudod. Úgyhogy letelt az egy perc, és gratulálunk, megvan az ajándékcsomag. Nagyon köszönöm. Ügyes voltál. Én kicsit így a 8-as pályán úsztam, és hogy későn ébredtem, mikor már, hogy úristen, mondom, mégse tudom megverni az első fél percben, és akkor már elkezdtem kapálózni, de késő volt. Úgyhogy gratulálunk. Meg akartál verni, Balázs. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Meg, mert határozottan utálok kikapni, még így hosszú évekkel a játék után. A játék indulása után is sose szeretek kikapni, de tényleg jól játszottál, úgyhogy megérdemled. Küldjük nagyon a csomagot, jó? Köszönöm, szép napot nektek. Na, oké, köszi, viszont. Szép puszi nektek. Ciao, hello. Puszi. Egy sarkadi nagymama. Azt a betyáját. Valaki azt írta, hogy 6 óra 51-kor. Ez elver benneteket. És tényleg. Tényleg elver, igen. Tehát ez az alamúzi Jussi, aki úgy, jaj, hol vagyok, jaj, kivel játszak, jaj, melyik rádió ez, és nem olyat odapirít, hogy fel sem éred igazából. Én azt hittem, az első 20 másodpercre fogja kimondani. Nem? Annak alapján, ami a hangja volt igazából, aztán utána tök ügyesen játszott. Hihetetlenül végtolta az egészet, igen. Megingás nélkül. Na, jövünk és folytatjuk a jótékonykodásunkat, hívjuk a Lada képviselőjét, mert hogy tegnap itt már 9 órakor izzultak a vonalak, és egész gyorsan tető alá sikerült hozni egy megállapodást, úgyhogy tegnap már ment is a spot, indulhat a jótékonykodás, mi pedig felhívjuk a Lada márka képviseletét, mert ők adtak egy autót. Így van, a minden hétre egy autót játékunk keretében. A minden hétre egy autót játékunk keretében, igen, szeretnénk kisorsolni egy Ladát. Elsősorban azok azon hallgatóink közül, akik valóban rászorulnak, és hát megérdemlik. Illetve nyilván mindenki megérdemelni, hanem ahol jó helyre menne, az szeretnénk. Most egy jótékonykodást szeretnénk. Autó után autó. Úgyhogy hívjuk a Lada Hungary képviseletét, és megkérdezzük tőle, hogy miért gondolták úgy, hogy szeretnének adni. Milyen autót adnak nekünk, és miért gondolták azt, hogy adnának. Nem? Így van. Ennyi. Jó van. Jövünk mindjárt a hírek után. FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, jön a jó idő. Abban a szempontból jön, legalábbis hát próbálom mindenkiben tartani a lelket. Ó, milyen sokáig tart ez a taps. Hogy szerda már 12 fokot mondanak és napsütést, úgyhogy véget ér az eső. De egész héten ez a kicsit borús
és ugyanakkor enyhe időjárás vár majd ránk. Komolyabb hidegre még egyelőre nem kell számítani, már csütörtökre mondták, hogy itt lesz a tél, és jön a tél, és nem tudom. Ez most valahogy elmarad. De nem látom, igen, mert ugye 13-14 fok, sőt, azt látom, hogy napról napra melegebb van. Úgyhogy nem kell veszélyesnek. Prognosztizálnak előre egy ilyen 13-14 fokos hőmérséklet ingadozást, aztán nem lesz belőle semmi. Tehát, hogy így azért ez nem 1-2 fok. Igen. Már egy másik alkalmazáson meg azt látom, hogy csütörtökön már csak 9 fok. Tehát, hogy fene se tudja. Minden esetre, ami fontos, hogy pénteken kitelepülünk, ugye, újraindulunk. Gyerekek, hát megállás nélkül, amit lehet kihozunk ebből a dologból, de tényleg, szóval, hogy itt na, gőzerővel dolgozik mindenki azon, amit kerestek, köszönöm. Így van, hogy jól teljen az idő még novemberig. Mert hogy megyünk kitelepülni, és megint arról szól, hogy benneteket boldoggá tegyünk, hogy sok mindent adjunk, és tényleg itt mindenki azon dolgozik a rádióban, hogy egyrészt sokáig legyünk, kettő, hogy sok mindent adhassunk. Úgyhogy pénteken Budaörs áruház, ugye műszaki áruház, Juranics. Megyünk a Juranicsba, a Red Joe-val szembe, vagy a Red Joe mellett. Ez melyik oldalon van? Ez a Tesco-s oldal, vagy az Ocean-es hát, oldal? Hogyha kifelé mész, ez ilyen megyes fél, akkor ez bal. Akkor ez a Tesco-s oldal. Akkor mondom, hogy a Red Joe mellett. Red Joe. Ezt a saját fülemben hallottam, hogy menjünk el a Red Joe-ba, nézzünk valami játékot a gyerekek. Azért az kemény. Szóval ott leszünk a Euronix-ben, illetve a Euronix előtt, egészen pontosan, és viszünk rengeteg műszaki dolgot magunkkal. Nem viszünk, hozunk. Hozunk, onnan lopunk, betörünk, onnan hozunk el tárgynyereményt, és mindenféle dolgot, tévét, és egyéb érdekességeket, úgyhogy gyertek oda és nyerjetek meg. Jó? Új mobil lesz? Vagy meglátjuk. Valami ilyesmi? Meglátjuk. Ez egy jó kérdés. Meglátjuk. Fingom nincs. Én tök köszönöm, mert valamit kérdeztél. Én tökre megválaszol, megkérdeztél. Egyelőre hagyjuk nyitva. Van egy hagyjuk csomó mindenünk, ez az. Hagyjuk nyitva ezt a dolgot. Szóval pénteken Budaörs. Jó, gyertek oda és találkozzunk. Na, azt mondja, hogy mi volt az első szám címe? Félelemmel hallgattam, csak arra emlékszem, hogy nagyon tetszett. Valaki kérdezi. Új Robi. Új Robi. 6 óra után új tényleg. Robert. Valami Russian, nem tudom, micsoda. Party like a Russian. Így van, na, a Russian, de én is hallottam belőle. Szóval, hogy így van, Robbie Williams egy ilyen orosz beütéses dal csinált. Valami igen. Egészen furcsa. Én is felkaptam rá a fejem, hogy ez nagyon más. Ez nagyon más. Aztán én meg is ismertem Robbie hangját benne. Hogy... Nem egy ilyen nagy pörgős nóta, de jó. Jó lesz az. Igen. Nem. Többször meg kell hallgatni. Még mindig visszasírom azokat. A kuckut. A régi Robis dalokat. Ja. A nagy Robi. Régen minden jobb volt. Régen minden jobb volt. Te kommunista. Sokkal akkor még voltak ladák is. Gár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt de semmi. De maradt, látod, itt van a lada például. Tök egy jó kis ladánk van, így van, mindjárt rá is térünk. Csak előtte egy-két SMS még. Azt mondja, hogy Bali nagy cégeknél ezt úgy hívják végkirálusítás. Jaj, ne legyetek már ilyen. Nem, végkirálusítás van. Nem használtatok. Készlet kisöprés. Így van. De nem használtatok. Vadonatújat, így van. Na, azt mondja, hogy Bali fel a fejjel, te mindent megtettél. Ez mire jön most? 7 óra 12-kor a játékra? Nem, úgy általánosságban. Ja, tehát, hogy így felhoznak, hát, itt hangulat van. Persze, jó, te mindent jó. Megtettél. Oké, nem akkor köszönöm. Ez igaz. Akkor már is jobb kedvem van. Azt mondja, hogy 13 fok az már nekem tél, szóval lesz téli kitelepülésetek, szatyi drága vagy, igen, akkor ezek szerint így van, lesz téli kitelepülés. Nagyon sokaknak tetszett a Linkin Park, köszi. Meg is értem. Aki szeret az első két albumot, a legutóbbit is hallgassa meg, hogyha esetleg lefűzött a zenekarról, az utóbbi évek pici elpúlása miatt, az utóbbi Hunting Party, a 2014-es albumuk, az is nagyon-nagyon jó. De én a harmadikra tenném a Hybrid Theory meg a Meteora után, de hát ugye ez egy igazi klasszikus volt, amit most hallhatunk, emiatt aztán senki nem bánthat. Nem, én utálom, de nem, én nem álltanak a szóval. Láncevés, vérivás. Tényleg nem szereted őket? Láncevés. Behalok tőle. Cseppeli gyorsforgalmi dugó baleset miatt Bálint küldte. 510-es főúton a város felé a Dulaharaszti rész utáni rész araszol. A szokásos nagy sor, minden nap 3 perces út, Soroksárig fél óra. Papino, köszi, hogy elküldted. Gyerekek, hát gondoljatok arra, hogy mindenki más meg a város másik pontján áll, meg az ország másik pontján áll, a budakesziek. Gondoljatok, hogy a budakeszék a csepeliekre, tehát kitartás. Kitartás mindenkinek. Trafi Derecske északi szélén a 20-as kilométernél a Debrecen felé haladókat mérik. Galaxis Gabi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Sziasztok, egy céges számunk 0670-650-0000. Folyton a Suzuki SMS kapu meg útinfót. Kérek, szóljatok, hallgatok, hogy ne írják el a számot. Nekünk nincs Suzuki-ink, de adhatok fotót, csatszolják. Igen, ott az aztán, hogy 0670 650 0000.
0-0, de milyen az 0-70? 645-0-0-0-0. Tehát na, aki még most oda eddig nem küldött, most fog. De ne küldjetek, ne bántsátok őket, Suzuki-t, meg útinfót, jó? Meg az a projekt már lecsengett, tehát hogy azért se. Jó, ha küldtök valamit, akkor most már ladát küldjetek. Hallom, sorsoltok egy adát. Na, oké, ladázunk akkor egy kicsit, mondjuk el, hogy mi történt azon hallgatóinak, akik most ébredtek és kapcsolódtak be az adásban. Ugye tegnap elkezdtünk arról beszélgetni, hogy milyen jó lenne újra autót sorsolni. Nyilván nem azért, mert telhetetlenek vagyunk. Csak arra gondoltunk, hogy ez az autó, amit mi sorsolunk, mindig jó helyre megy, és igen, isteni szerencsénk volt a 7-8 év alatt, hogy mindig olyanok nyertek, akik megérdemelték. Most is egy olyan játékos nyerte, ahol egyedül neveli a gyermekét, egy gyerek van, és azt gondoljuk, hogy nagyon jó helyre ment az autó. És aztán szóba jött az, hogy milyen jó lenne egy olyan autó nyeremény játékot csinálni, amikor csak és kifejezetten rászorulók írnak nekünk, vagy valaki ajánlja ugye tulajdonképpen a családtagját, a barátját, vagy tud a faluban, a körzetben, a városban egy rászoruló családot, és benevezi őket a játékra, és elkezdtünk így összedobálni mindenfélét, hogy mi mit tudnánk beletenni. Ugye te felajánlottál egy gumiszettet például, én mondtam, hogy az autóval járó kötelezős kaszkóbiztosítást egy évre természetesen akkor én mondjuk állnám, és kifizetném, te azt mondtad, hogy 5 liter szélvédő mosó folyadékkal beszállnál. Prémium vackot. Mínusz 40 fokig. Így van, tehát nem is mínusz 18-ig, nem is mínusz 10-ig, mínusz 40 fokig állnál egy 5 liter. De várjál azt, hogy az egy litereset megveszed mínusz 40-ig, igen, és azt te fölhigítod, hogy 5 liter legyen, az már nem lesz mínusz 40. Jó, hát akkor majd... Most mindenben ne kötözködjünk. Igen, szóval elkezdtük így összedobálni, és rengeteg hallgatók, nagyon helyes volt, mert nagyon sokan írtak, hogy ki mit tudna még beletenni, van, aki mosást ajánlott, van, aki szervizt ajánlott, szóval, hogy tényleg valami... Valaki sofőrnek ajánlkozott. És valaki sofőrnek ajánlkozott, tök helyesek voltatok, és aztán elkezdtük azon filozni, hogy oké, hát milyen jó, de hogy még autó nincs. És aztán mi ennek tudatában gondoltuk, hogy majd erre visszatérünk, szépen hazamentünk, közben kiderült, hogy itt kora reggel már a sales osztályt megtalálta egy márka képviselet, és azt mondták, hogy szeretnének hozzánk beszállni olyannyira, hogy 9 után ezt már meg is beszélték, és valamikor én délután, ilyen 4 körül ültem autóba, kapcsoltam a klasszra, és már hallottam, hogy gyerekek, hát itt fejlemények vannak, mert konkrétan már megy a spot, hogy elindult a dolog. Mondom, hát ezért a mi sales osztályunk a legjobb sales a világon, és ezért vannak nekünk a legjobb fejhallgatóink. Úgyhogy nagyon gyorsan összeállt a dolog, és Markó Zoltán már itt is van velünk, a Lada Hungary projekt igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Hello! Sziasztok! Jó reggelt a hallgatóknak! Jó reggelt! Dobrigyen! Dobrigyen! Dobre láno, nem tudom, hogy mondják az oroszok. Figyelj, a Lada még orosz, vagy például úgy van, mint a Dacia, hogy már egyébként a Renault motor van benne? Tulajdonjogi kérdés, ugye ez a Renault a többségi tulajdonos, de a Lada kollégák és a gyár nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy mégiscsak a Lada egy orosz nemzeti büszkeség, most már 50 éve, úgyhogy nagyon odafigyelünk arra, odafigyel a gyár arra, hogy orosz szíve legyen az autónak, tehát orosz motorja legyen, és fenntartsa azt a fontos tulajdonságot, ami a Ladára mindig is jellemző volt, hogy legyen egyszerű, robosztus és tartós. Egyszerű, robosztus és tartós. Nagyon jó. Na, mi az, amit ti felajánlottatok, így kell, ugye? Tatok. A tegnapi műsor után, amikor hallottátok, vagy hát még közben tulajdonképpen. Így van, mi nagyon régóta, most már mondhatom, hogy egy-két hónapja keressük azt, hogy van a szívünk, ez egy nagyon közelálló autó. Ez az első autó, ami az első számú tréleren megérkezett hozzánk tavaly év végén, és nagyon sok munkája volt ennek az autónak azóta, ugye ezt szépen felmatricáztuk, hogy lehessen tudni, hogy ez az első számú autó, ami Lada, ami beérkezett hozzánk. Sok rendezvényen használtuk, sok sajtó cikkben szerepelt, az újságírós kollégák tesztelték, és itt hagytok, mert én itt most nem hallottam, hogy jól bocsánat. Minden szó a szavaidat, így van. És egy ideje keresjük, hogy mi legyen ennek az autónak az a különleges célja, a különleges sorsa, és amikor hallottuk ezt a beszélgetést, akkor azt gondoltuk, hogy korábban is gondolkoztunk valamilyen jótékonysági felajánlásban, de ez összekattan nekünk, mert ahogy az előbb pár másodpercre fogalmaztad, nektek van a legjobb csapatotok és a legjobb hallgatóságotok, úgyhogy ez a kettő összeért. Ez egy kombi autó, jól látom? Igen, ez egy 1.6-os Kalina kombi, azt mondhatom, hogy valószínűleg a Lada kínálatnak a legpraktikusabb darabja, egy igazi családi autó. Aha, tehát ez egy, azt látom, hogy ez nem a szedán, hanem a kombi rész, ugye? Jó, akkor jó képeket nézek én. 1.6-os bocival van?
Egy 6-os 96 lóvas, ez egy norma felszereltség, ami azért egy szép felszereltség, tehát van benne légkondicionál, központi zár, ülésfűtés, elektromos ablak, könnyű fényfelni, színre fújt lökhágy. Ez akkor egy tényleg egy komolyabb felszereltség. Digitális szamovár. Egy guruló szamovár. Igen. Ez egy méretarányos putyinké. Igen. És egy Autograph Backstop CD. Na jó, oké. Milyen színű? Tényleg, milyen színű a jószág? Fehér, tehát ez a tényleg a norma felszereltsége az alap szinte ilyen értelemben. Ezt az autót használtuk, mert be akarjuk mutatni, hogy már egy alap Lada is milyen szép és milyen jó felszereltségű a mai világban. Ugye az emberek többségének még a régi 2107-es, 2103-as van a fejében. Hát azóta azért sokat változott a világ a Ladánál is. Szerettük azt is annak idején, az igen, elmondtuk, hogy figyelj, mikor apám átvette a debreceni Merkur telepen az 1-2-est, hát az valami, ugye, amit rabantoztunk sokáig, és akkor onnan váltottunk egy kategóriát a 70-es években, hát figyelj, vagy sőt, már talán 80 is volt, maga a csoda volt az 1-2-es. Igen, azt gondolom, hogy ez egy korosztályos kérdés, de hát a mikrosztályunkból szerintem mindenki vagy Ladán tanult, vagy Lada volt a családi autó, de amióta csak elkezdtük ezt a projektet, hogy visszahozzuk a Ladát, azóta a lépten nyomva abba ütközünk szerencsére, hogy mindenkinek van valamilyen kellemes élménye a Ladával, vagy kellemetlen, amit már az éveknek szépítettek. Hát nekünk kellemetlen élmény az a belekapcsolatban az volt, hogy nem kaptunk. Tehát, hogy ilyen is van. Nekünk egy másik orosz típus jutott, de az csak azért állt közelebb a szívünk közben, mert több kukoricát lehetett beletenni, mint a Ladába. Igen, de akkor most legalább már nem kell 5 évet várni rá tényleg, mint régen. Hát igen, most már nem. Mikor az emberek szaladtak a Merkurba, autót foglalni. És a piros szaladták. És lehetett válogatni, nem? Milyen színűt. Nem lehetett válogatni. Csak mondták, nem hogy lehet. Amihez hozzányúltál, azt ott megfogtad, és az a tiéd volt. Illetve mondom, kettő között választhattál, amikor igen. Mi voltunk, volt a szürke, egy ilyen nagyon érdekes, majdnem izgalmas mondtam, de az abszolút nem volt, meg egy ilyen homokszínű. Ez volt az átlag, ebből volt sok. Kanyon. És állt a telep végén 5 darab piros, és apám elkezdett rohanni, egy marha nagy darab ember volt az öreg, mindenkit érted, lekaszált, hogy azért, és szólt a Merkur terep vezetője, hogy nem Rákóczi úr, azoknak már megvan a gazdája. Úgyhogy ennyi. Meg volt az a gyönyörű okkersárga, még szerintem az is sokaknak megvan. Tényleg okkersárga Lada. Igen. Oké, figyelj, akkor mi megbeszéljük a részleteket, jó? És, jó. És akkor hát nagyon drágák vagytok, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, tényleg a család nevében majd, aki ezt az autót megnyerheti. Hát mi meg azt köszönjük, hogy veletek dolgozhatunk ezen, mert őszintén megmondva, itt amikor a jótékonyságon gondolkoztunk, akkor az volt a legnagyobb bajunk, hogy lehet ezt jól lebonyolítani. És azt gondoljuk, hogy ebben valóban ti vagytok a leghitelesebbek, illetve ti átvállaljátok tőlünk azt a terhet, hogy döntötök, hogy ki is fogja a végén megkapni. Borzasztó nehéz dolog lesz, igen, persze, de hát mindig azt mondjuk, hogy ez egy lehetőség, soha nem szabad senkinek készpénznek menni, pontosan tudják a hallgatóink is, hogy ha küldenek e-mailt, akkor nem úgy küldik, hogy hát biztos ők lesznek, hanem adnak maguknak egy lehetőséget, aztán választunk egy családot, de a mi hallgatóink nagyon drágák, tehát soha nincs az, hogy most akkor mérem én, meg irigyek, tehát hogy neki mindig örül annak az egy szemnyertesnek is, amikor ugye autót adtunk át minden évben. Oké, okay, Zoli, jelentkezünk akkor még, jó? Jó. Most már akkor tessék használaton kívül helyezni az autót, inzsenírokat kipatintani belőle, letakarni, félretenni, és óvni és vigyázni rá. Múlt héten volt egy rendezvényünk, ott még a színpadon álló helyzetben megmutattuk, így nosztalgiából, de azóta le van állítva. Most vége van. Teljes átnézés és teletank benzin. Oké, rendben lesz. Most kezdjünk el tarhálni, még mind van. Köszi Zoli, beszéljünk, köszönjük. Köszönöm én is. Köszi, ciao, hello. Köszönjük szépen Marko Zolinak, a Lada Hungari projekt igazgatójának. Jó, figyeljetek, nagyon helyesek egyébként, és azt gondolom, hogy a rászoruló családnak tökéletes lesz, egy hatos kis mocival, légkondival, légzsákkal, felszerelve. Hát meg ezek tényleg elpusztíthatatlanok, tehát hogyha valaki arra szeretne egy autót, hogy nyüstölje, használja nap mint nap, és nagyon sokáig tartson, és tényleg ne legyen semmi probléma vele, akkor az Lada.
Így van, és akkor van is egy, odaadjuk, jó lesz. És kiváló. GPS választ. Alapú járműkövetéssel foglalkozik a cégem, ad a projekthez fejelel neki autóriasztót és egy nyomkövető eszközt, amelyel a biztonság maximális lehet elérhetősége, mert írja egy hallgató. Köszönjük szépen. Hát ugye itt meg kell nézni, hogy ennek van-e havi előfizetése, tehát olyan tudunk beszerelni, aminek nincs nyilván. Tehát úgy ajánljátok föl valamit, hogy vagy azt is, akkor, tehát hogy költsége a nyertesnek ne nagyon legyen. Ha így ajánlottad föl, köszönjük szépen, de van, amikor ezeknek a havi díja van. Meglátjuk. Meglátjuk, de ezeket mind mentjük a telefonszámokat, a felajánlásokat. Na, így legalább az eredeti gyárit nem kell majd után futón vinni. Oké, akkor tisztázzuk a... Persze, már ilyenek nincsenek, ugye. Szovjet mikro számítom. Tisztázzuk a játékszabályokat. Akkor hogy döntünk? Ugye döntsünk úgy, hogy jönnek az e-mailek, szerintem. Uh-huh. Nyilván valaki, aki rászoruló, valahogy valakinél tud e-mailt írni, nem biztos, hogy van internet. Mi számít minden rászorulónak? Minden faluban, az utolsó kis faluban is van már internet pont, vagy max bemész az önkormányzathoz, biztos vagyok benne, hogy a polgármesteri edző, akárki még a saját gépét is odaadja, tehát ez megoldható, szerintem. A rászorultság kérdése az érdekes, már ugye jönnek is az SMS-ek, hogy ki az a rászoruló. Szerintem ez dönts el az, aki levelet ír. Tehát attól, hogy mondjuk ő neki nem fogyatékos a gyereke, de egyedül él, és kettő van a gyerekből, és rossz körülmény, ő már rászoruló. Tehát nem kell Iván, így ezt értem. Nem mi mondjuk meg, nem, hogy minimum nem, három gyerek. Így van. Egyedül nem. Nem. Tehát azt érzitek, hogy ti valóban megérdemelnétek, és jó helyre menne, és nyilván objektíven próbáljátok a saját helyzeteket szemlélni, akkor küldjétek el az e-mailt, mert nem feltétlen, persze nyilván nagyon jó lenne mindenkinek adni, de tényleg nem csak az számít rászorulónak, ahol mondjuk nem tudom, három gyerekből kettő nagyon-nagyon beteg, hanem lehet, hogy valaki, akinek csak egy olyan napi problémája van, hogy egyszerűen autóval kell vinni valahova a gyereket, és nem tudja megoldani, vagy kezelésre. Szóval, hogy nagyon sok lehetőség áll fenn, nagyon sok lehetőség van, nem akarjuk mi a kereteket megmondani. Küldjétek el az e-mailt, jó, írjátok le az élethelyzeteteket, az elérhetőséget nyilván, hogy mi az adott szituációban vagytok. Hogyha van autó, akkor hány éves, vagy régi, vagy szervizben van, vagy ellopták, vagy nincsen. Miért lenne szükségetek autóra? Ez még nagyon fontos. Miért szeretnétek ti ezt megkapni? Miben könnyítené meg az életeteket? Szóval magát az élethelyzetet írjátok le nekünk. És jó, a gyerekek számát minden. Így van, és az e-mail az nekünk sajnos az nagyon fontos, ha valakinek is, nincs. Nektek is, tehát hogy így ez legyen szentírás, hogy e-mail, ne SMS-ben küldjétek el, léci. Így van, Nóri, nagyon köszi, én állom a dobókockát a visszapillantóra. Köszönjük szépen. Nagyon rendes. Jó, de csak akkor a plüss. Igen, valaki a kopány kipufogót állja rá, hogy legyen meg a régi hang. Igen, az menő egyébként, igen. Jó, szóval morningshow@classfm.hu, ez az e-mail címünk, és akkor mondjuk majd, hogy meddig várjuk az e-maileket. Jó, küldjetek el nekünk, ha úgy érzitek, hogy nálatok jó helyen lenne az autó. Rátok bízzuk. Mm-hmm. Nem, igen, tehát írjátok azt, ami a valódi élethelyzet. Így van, és lehet jelenteni is, tehát ha nem neked kell, hanem van olyan szomszédod, ismerősöd, akkor te is írhatsz az ő nevükben, hogy én tudok egy olyan családot, hogy bizonyám, az is ér. Hogyne, így van, tehát hogy nem csak magatokról, igen, persze. Igen, figyeljetek arra, hogy ki van mellettetek, ki a szomszéd, és ha rászorul, akkor te is megírhatod az e-mailt, nem kell neki jelentkezni feltétlenül, mert egyébként nagyon sokan vannak ebben a helyzetben, aki nem is tesz, hogy szégyelli, hogy ő ilyen körülmény. Nem kell szégyelni, most írjatok, segítünk, ha tudunk. Igen, így van. Tegnap nagyon sok SMS-ből összetudjuk majd tenni azt a kis pakkot, amit még adunk egyébként. Nagyon helyes felajánlások jöttek, úgyhogy mindenkinek elmentjük a számát, és akkor majd egy ilyen csomagban a ladával együtt ezt átadjuk a családnak. Azt mondja, hogy mivel Lada felajánlom a bólogatos kutyámat, anélkül nem Lada. Ha, köszönjük szépen. Jó, de kaukázusi pásztor. Igen. Valahogy mindig sikerül jó helyre kerülni az autóitoknak. Gyerekek, jó lesz ez, Szala írja nekünk. Szala elkapta a fonalat, igen. Akkor most elkapta. Igen. Hát sajnos az a baj egyébként, hogy tényleg rengeteg rászoruló van, tehát nagyon, nagyon nem nehéz úgy telibe találni. Tehát, hogy jó helyre kerül minden esetben, sajnos sok a rászoruló. Bizonyám, hát rengeteg e-mail lett. Ki ez a srác? Jó reggel! Laci! Megjöttél! Na, fél nyolckó, bejöttél, jó van? Hát erre mondják, hogy jobb később, mint soha. Így van, jöhetett volna 9-re is. Na. Persze! Én mindig örülök, ha látom a Laci. Így van, megaludt. Igen.
A Kalatom írja nekünk, az is nagyon fontos, hogy fent is tudják tartani a költségeivel együtt. Így van, ez, erre is gondolni kell, de mi azért sokat tettünk annak érdekében, hogy az első egy év az lehetőleg költségmentes legyen. Tehát üzemanyagkártyát szeretnénk szerezni. Felajánlottunk itt mindenféle kötelező kaszkóbiztosítás kifizetését, téli gumiszettet a Feri által. Tehát ezt szépen összedobáljuk, és szerintem az első egy év az úgy, ahogy van, effektíve költségmentes lesz. Úgyhogy azért nagy dolog. Szerintem a rengeteg benzinkút fog most így hirtelen, hogy benzinkút hálózattal rendelkező cég fog most majd versenyezni azért, hogy ki legyen az, aki odaadja azt a bizonyos 500 ezeres üzemanyagkártyát, így van. Oké, okay. Na jó van, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk a játékkal, 7:30 pontosan. A Budakesziről küldjetek valamit, mert több elkeseredett hallgatunk tőlünk, kérdezi, hogy mi a helyzet, segítsünk. Mit tudtok a Budakesziről, csak az eső, vagy van valami gevasz? Bocsánat, Kinga kérdezte. Ez így ebben. Nem csúnya? Ez semmi. Jó, Kinga írta. Írjátok meg, hogy mi a helyzet, jó, hogy tudjunk egy picit segíteni. Köszönjük, jövünk a hírek után, 7:30 múlt egy perc. Ne a kukacom a csali, a forró homokon teve a tabaktat, édes rózsám jó meg. Lebőden élek, mint a lavina, textil alól látszik a piva. Mellényelem a keszek szálkát, megtömlek, mint Noé a bárkát. Győzik és az izom, a sárgom megver ki. Gyere babám, gyorsan az öltözőben. Vekvözé! Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra után 44 perccel itt vagyunk, hello mindenkinek. Bármilyen rossz kedvem van, ettől az őrületről mindig mosolygok. Köszönjük szépen, ezt a megkaptuk. Most még, igen. Most már nekiállhatna egy harmadiknak. Hát van. Itt az ötlet van. Tehát valami legyen már. Hát a Hun, azt kell folytatni. Ja, igen, a Hun. Huna nyár, ugye így volt, Hunadal, Huna nyár. Aha. Huna. Hát igen. Huna. Huna című dal. Igen. Figyeljetek, nincs oka a budakeszi dugónak, sárgán villognak a lámpák, nincs? Lehet, hogy ez. Lehet, hogy ez. Úgyhogy egyelőre más nincs, nem küldtek a hallgatói nekünk semmit, rengeteg penis SMS-en kívül. Szóval hogy nincsen. Nincs más oka. Azt néztem, most csak azért voltam csöndben, hogy próbáltam itt kitalálni, mert nagyon sokan írjátok nekünk, hogy óriási káosz van. Az nem sárgán villog, az adja a ritmust. Hogy énekelje? Hallotta a dal is, vagy a lámpa a dalt, beindult? De sárgán villogó lámpa az nem gyorsítja egyébként inkább a közlekedést? Lassítja? Hát, hogyha korrektek lennénk egymással, akkor gyorsítaná, de tudod, akinél sárgán villogó, én megyek előbb. Ja, hogy ott akkor egy kis veszekedés van. Egy kis veszekedés van. Ez olyan, mint a körforgalmat is arra találták ki, hogy gyorsítsa, csak nem mindig tudjuk használni. Igen. Hát sokak számára egy ruházati fogalom még mindig a cipzár elvis. De jól lenne, hogyha alkalmaznánk. Hogy egybe egy ide, egy hát oda? Így van, igen. Egy innen, egy onnan. De hát mindig vannak ügyesek, okosak, gyorsabbak, erőszakosabbak. Most miért nézel így rám? Szemfülesebbek. Így van, azt mondom, akkor viszont rám nézhetsz. Én csak szemfülesen vezetek. Én csak észreveszem a hézagot. Vezetés közben. Az nem baj, nem? Észrevenni. Dinamikus haladást generálsz a forgalomban. Beszélt a Peti velem pénteken, mikor ott voltunk a hajós kitelepülésen, és azt mondta, hogy még mindenképpen ír egy Huna Freki dalt. Na, ez meg, megírja. Tehát mondtam, hogy jó, én ebben benne vagyok, csináljuk meg. Tehát, hogy még lesz egy a Hunadál és a Huna nyár. Ugyanár Hunadal után még lesz egy Huna Freki. Uh-huh. Ezt még megcsinálja. Hol fogja játszani? Interneten. Ez még nekünk, nekünk be kell robbantani. Tehát azt még föl kell húzni. Úgyhogy ha Peti akarja, akkor gyorsan meg kell írni. Hát november 1-re megvan, akkor van még ugye 19 napunk annyi idő alatt azért. Hát akkor még az meg annyi idő alatt. Minden el tudunk intézni. Figyeljetek, óriási dolgot találtam. Interneten? Ugye tudod, hogy bevezették. Feriéknél bevezették az interneten. De én most rájöttem, hogy nem csak oda vezették be a internetet nálunk, a vidéken, a velencei kistérségbe, kábelen, mert bedugom a gépbe, hanem ez telefonon is van ám. Na! Hát! Na, nyilván tudtam eddig is az okostelefon dolgot, viszont valamiképp... Nem volt tréfa, csak mondom, kihegyezem erre is. Viszont valami készül Szentendrén, és szerintem minden város vegye át ezt a dolgot. Ugye, mert amikor parkol a fiatal ember, vagy a fiatal hölgy, vagy idősebb, akkor mindig elkezdesz menni végig a soron, és már messziről sasolod, hogy van-e parkolóhely, érdemes elmenni a végére, vagy nem érdemes elmenni a végére a parkolónak. És van egy zseniális találmány, amit Szentendrén a Korzónál a parkolóba bevezettek, egy kis érzékelőt tesznek be az aszfaltba, ugye föl vannak festve a parkolóhelyek, ahova be tudsz állni kocsival, és annak a közepén van egy érzékelő, ami a te telefonodra jelzi,
hogy van-e parkoló, szabad parkolóhely az adott területen. És hogyha van szabad parkolóhely, akkor mutatom, így néz ki az applikáció, itt ezek a kis autók azt jelentik, hogy ott már áll autó, itt meg nincsen, tehát te oda be fogsz tudni állni. Nagyon jó a dolog, jelzi, hogy hol van a kocsid, mert ugye olyan is szokott lenni, hogy leteszi az ember és nem emlékszik rá, jelzi, hogy hol van az autód, oda tudsz találni, jelzi, hogy mikor kezdtél parkolni, tudsz fizetni az applikáción keresztül, és jelzi azt is, hogy még meddig maradhatsz. Tök profi. Mint amikor mozi jegyet veszel. És látod a teremben, hogy hol vannak elfogyva a székek, és hova tudsz még vásárolni. Igen, azt nem tudom, hogy az applikáció van, ugye netten keresztül. Na, azt is netten keresztül lehet csinálni, és ezt a zsenialitást találták ki, ez egy magyar cég, és szerintem jó, tök jó lenne, ha ez mindenütt elterjedne a dolog. Vagy érted, van, mit én mész a belvárosban, és benézel egy utcába, ahol lehet, hogy tudsz parkolni, lehet, hogy nem, de nem kanyarodsz be, akkor ott marad üresen a parkoló. Szóval szerintem zseniális a dolog, és a Google-it használja hozzá. Tehát a Google Map-en keresztül is tudsz ottan mindenféle dolgokat csinálni. Én már látom azt a szituációt, hogy a szentendrejek egyszerre ketten találnak meg egy helyet. Hát igen, az megyre van. Én nem így van, nem először, nem. Tehát a Sobert házas pár összeverekedik majd ott a szentendrei hentessel, és akkor nekiállnak majd erősgődni, hogy kitaláltam meg előbb a helyet, mert a parkolóhelyekért egyébként még verekedés, meg veszekedés van. Így vannak van. A nagy parkolóhely foglalók, akik kiszállnak az autóból, amíg apa kerül egyet, és akkor ők oda beállnak. Két szatyorral a kezükben. De mi van, ha egyszerre látjátok meg? Egyszerre meglátjátok, de... Aki előbb odaért? Aki előbb odaér, beáll, akkor a másik telefonján már jelzi is, hogy az a parkoló hely az megtelt. Legyen az applikáció egy instant gomb. És akkor piros keresztet rá. Már le, valaki már befoglalta. Tehát csak azzal tudod ugye foglalni, hogyha fölé állsz az autóval ennek a kis jelző szerkezetnek, hogyha teszem, azt tök egyszerre ér oda két autó, akkor ez a tömegverekedős jelenet ez ugyanúgy meg lesz. Tehát, hogy ezt nem lehet elkerülni, ez habitus kérdés, vagy hozzáállás kérdés. Én nem olyan rég tudtam meg egyébként, hogy a bevásárlóközpontokban vannak ezek a kis ledek, én ezt sose figyeltem. Ez a zöld piros led. Én nekem erről fogalmam nem volt, ezt nekem valaki elmondta. Parkolóházakban így. Parkolóházakban bemész és benézel a sorba, akkor látod a zöld ledet, akkor beállhatsz a végig piros, akkor foglal. Az egy 10 éves találmány. Sose figyeltem, hogy elmondta, és tökre megörültem, mondom, de jó, mekkora ötlet. Mert ugye sorok között ott is ugye nem figyeltem. Ha van zöld led, akkor elindulsz. Ha jönnék a nagy parkolóhely foglalósak, azt te már elmondtad, hogy kipattannak, és akkor foglalják, tudod? Én megyek arra szívesen parkolni, ott áll a Jani, és bőszen integet, mert Móni kerül még egyet. Addig Jani meg foglalja a kis Tesco szatyorral a parkolóhelyet. Egyébként tényleg egyre több bevásárlóközpontban van ez a rendszer, amit te is mondasz. Tehát, hogy ez egy régi dolog, csak én nem tudtam. Ez egy nagyon-nagyon praktikus dolog. Nagyon praktikus dolog. Tovább kell ezt gondolni, például mit tudom, bevásárlóközpontban, pénztáraknál. Érted? Kedves vásárlók elmennek, és mindig látod, hogy tudod egy szenzor felett, és látod, hogy a pénztárnál hányan állnak sorba. Oda nézel, és akkor tudod, nem az vagy, hogy ide tolom, oda tolom, hát itt kevesebben, ott igen, többen. Nagy kijelző. 6-an, 8, hát hova állsz? Nyilván nem a 8 az. Igen, hanem tök a 6-hoz. Ezek annyira jó ötletek egyébként, megkönnyítik az ember életét. És akkor már azt is be kéne vezetni, hogy azt is megnézni, hogy mennyi áru van a kosarában, aki ott áll. Mert lehet, hogy a 8-as sorban mindenki csak egy tejet vesz. Igen, meg hogy készpénzzel vagy kártyával fizet, illetve hogy neki pontgyűjt. Már azért pénzzel meghosszabb így a dolg. De ez a parkolásos applikáció, ez tök jó pofa. Mondom, nagyon jó, megnézheted, hogy mennyi a parkolóhely, mennyi a foglalt, írja, hogy mennyibe kerül ott a parkolás. Nem kell telefonszámot vadásznod, az marha jó, mert én ettől megőrülök, hogy megállsz valahol, és szétnézel az utcába, és így próbálod kiszűrni, hogy ott van-e valahol a kék oszlop. Vagy de van applikáció. Van applikációra? Arra van. De P betű, piros P betű. P, piros P. Uh-huh. Piros P-t. Akkor is benyomod, akkor keresi, azonosít, akkor elmész. Belövi a körzetet, hogy hol állsz, és már igen, automatikusan beírja neked az SMS az elküldőbe, tehát a hogy kinek küldöd, oda berakja a számot. Jó, és akkor csak rányomsz. És akkor csak beírod a rendszámodat, és ott vagy. Igen, nem, sőt, ha applikáció regisztrálsz a rendszámoddal, akkor már rendszámot is beírja, mert tudja, hogy te használod. Hmm. Elég csecse. Ezek jók. Elég csecse kis program. Okosak. Na jó van. Úgyhogy Szentendrén most már így. De biztos van. Horror drága egyébként, szóval nem drága beépíteni a betonban? Kérlek, szépen azt írja itt a papír erről, hogy nem különösebben, hát nyilván van egy beruházási költsége, de hogy ráadásul ugye nagyon megszeretik az emberek a dolgot, tehát hogy annyit mindenféleképpen megér, ez egy ilyen kis fél literes műanyagpalackszerű dolog, amit le kell rakni az aszfalt alá, tehát nyilván van egy ilyen költsége, hogy ott fölbontod, lerakod, vissza kell aszfaltozni, meg magának a cuccnak is, de hogy nem egy ilyen retteltesen giga összeg ez. Lehet, hogy mondtad, bocsánat, ha mondtad, hogy ingyenes az applikáció?
Mondjuk engem azt is zavarna, hogyha nem lenne például, mert hogy mit tudom, hogy 100 forintot kell érte fizetni, nagy ügy, vagy 200 forintot, inkább erre költsem, mint szívgyógyszerre. Igen, de ezt nem tudom. Mennyire meg felzaklad a parkolás? De figyelj, nem kicsi. Nálatok ez egy ilyen neuralgikus pont. Hogy... Meg tudod, mi nem vagyunk tényleg erőszakosak. Tehát, hogy simán nem, ti foglaljátok a helyet. Nyilván. Te kiszállsz és foglalsz. Nem egyszer fordult már elő az, hogy tudod, ez a ki látta meg először, tudod, és szépen óvatosan mizva a sor, és akkor és beállt valaki el. És akkor tudod, hogy mit csinált? Mondod, hogy mi láttuk meg elő, mi már kiszúrtuk magunk. Nem, ő csak egy picit lendületesebb volt. Magabiztosabb volt. Meg kevésbé kimert az autót. Nagy csata egyébként ez a parkolás. Nagy csata. Ez nagy csata. Még egyfajta érzékelőt kellene beépíteni az aszfaltba, ez pedig az, amikor valaki a vonal rááll. Tehát amikor két parkolót foglal el úgy, hogy rááll, hogy nem tud a két nyomorult vonal közé beállni a verdájával, hanem egyszer, a középre és akkor egyszerre kettőt foglal le. Az rettenetesen idegesítő. Tudod, amikor látod, hogy basszus, csak annyi múlott volna az egész, hogy egy nagyon egy picit két fokot balra húzod a kormányt, és már benn vagy a két vonal között. Hogy ezt miért nem lehet? Nem akarja, hogy rányissák az ajtót. Tehát, hogy fél, hogy annyira szűken állnak be mellé, hogy inkább beáll két helyre, és akkor nem állnak be mellé. Nem nyitják rá. Aha. Nem nyitják rá az ajtót. Jó, és akkor ott áll a két üres parkoló. És azért jó, hogy igen, a 100 parkolóhelyből azért 70-et lehet csak használni. Igen, mindenki duplán áll, igen. Ott azt kéne csinálni, hogy a csíkból, ha 5 percig rajta állsz, akkor automatikusan szögek jönnek föl. Nagy. Gumi kiszúr, érted? Nem állnál rá, többet senki nem kicsit állnál rá. Kicsit talán túl drasztikus, de érted. Elesett a Kassai Cseperről a város felé, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Az M3-oson a 118-as kilométernél kamionon az árokban, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. Visszafelé beszélünk. Ülészhe vélet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok, Divád vagyok. Szia. Kicsoda? Divád. Ja, visszafelé mondod, aha, nem, hello, jó reggelt. A legnagyobb úgy beszélünk, volt. Nem? Így van, honnan hívtál minket? Érdről jelenleg. Érdről. Dré. És milyen érden a hangulat, mit csináltok, mi van az érdiekkel? Nagy a buli. Egyik nagy a buli? Dolgozunk, hát persze, nagy a buli, itt mindig az. Mit dolgozom? Én egy olyan cégnél vagyok, aki egyedi tokokat gyárt telefonokra, és ott vagyok irodában. Wow, és úgy van, hogy én megtervezem, ti legyártjátok, vagy ti csináltok egyedieket, és azt csak eladjátok? Nem, hanem ti meg tudjátok tervezni a honlapunkon, okay, ugye, a tokokat. De nem mondok tényleg. Aha, rendi vagy. Jól van, oké, okay, és mi volt a legdurvább, amit kértek? Mondj valamit, tehát, amint ti is meglepődtetek. Tiltott önuralmi jelkép. Azt kérte valaki a telefonjára? Aha, igen, most nem mondom ki melyiket, de hát sejtjük. Atya is, és megcsináltátok? Nem szeretnénk, hogy ilyenhez fűződjön a nevünk. Aha, tehát nem tettétek meg neki. Aha. Nem, ilyet nem teljesíthetünk. Nagyon durva, valaki már telefonján ilyet tesz, nem? Mert hogy valakinek ez a meggyőződés, hát az is elítélendő, de hogy valaki még ez promotálja is azzal, hogy a telefon tokján van egy ilyen. Szóval számomra teljesen értelmezhetetlen. Nem? Hát figyelj, én háttérképnek láttam már, és így teljesen megdöbbentem rajtam, egy tök normális arc volt, így kommunikáltunk egymást, beszélgetünk, aztán valami telefonszámot cseréltünk, vagy ilyesmi, és így megláttam a háttérképet, és ugyanez volt. És így nem értett értelem. Hogy nem is jut az eszembe a telefonszámom, basszus, na mindegy, majd átküldöm. Na jól van, de egyébként ez tényleg durva. Dávid, figyelj, mit mondanál, vagy mit választanál? Híres ember, szólásmondás, tárgy, ország, minden van. Még csak kedve. Tárgy? Legyen a tárgy, indítjuk az órát, figyelj, hallgass meg. Pégótagosom. Na? Húha. Pégótagosom. Aha, figyelj. Pégótagosom. Aha, akkor az mosolgató. Mi? Na. Pégótagosom. Pég, az a vége. Az eleje. Pég, pégótagó. Som. Egyben, mondd ki, Léci. A mosogató gép. Úristen! Te nehezen ment ez. Nem találkoztál még ezzel a kifejezéssel? Vagy olyan picit elbizonytalanodtál? Hát, nem. Én úgy szoktam, hogy leírom, és én a végét tégnek értettem, és nem értettem, mi az a mosogató gép. Így összeállt a kép. Így van. Vagy más szóval anyám. Igen. Igen. Kinek, nem, nekem ugom.
Neked a hugod. Menő. Jól van. Köszi, hogy csörögtél, akkor megvan az emlékcsomag, küldjük, jó? Én köszönöm szépen, sziasztok, szép napot. Ciao, szia. Hello, ciao, köszönjük, hello, hello. 3 perc múlva 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk a hírek. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kuki van a mokkában. Tényleg, mekkora? Nagy kuki van a mokkában. Nem azt mondta, hogy nem fog rádiózni, elmegy pilótának? Uh-huh. Mert most az volt, jó, a téma, hát ugye, hogy újra kezdik. Ki mit mondott, meg mikor? De mondjuk ez is igaz. Nem, ő nem azt mondta, hogy 100%-osan elmegy tévézni, és akkor utána eldönti, hogy pilótáskodik, vagy rádiózik. Akkor ezek szerint rádiózik. Most már kecskék a pónik ellen, tehát nem tudom, ez már szerintem nem a kuki témája. Ja, de még kuki, de az, ez még az. Igen, az ezek megörültek bele egy részed. Szóval igen, én is azt olvastam, hogy ő most megy rádiózni tulajdonképpen. Tehát, hogy bevállalta akkor délután. Aha. Csak ugye ő már nem a műzikon van, onnan már eljött. De van a rádió egyhez. Tévézni, és akkor most onnan egy új helyen. Ezek megörültek be, és akkor onnan megy most a rádió egyhez. Igen. Na jól van, oké. Okay. Én szeretem kukit egyébként. Örülünk. Ez így az én számból azért egy elég fura. Én szeretem a kukit. Viki, mit szól hozzá? Semmi valaki most kapcsolja, csak annyit mondok. Én szeretem a kukit. Helyben vajra füröztem, kényeztetem. A szelbát, vagy szölbát, arra gondoltam. Arra gondoltam. Ha? Na, gyorsan egy-két közlekedési híren essünk túl, jó? Budakeszin hatalmas dugó, a lenti CBA-ig áll a sor, további utás esélytelen. Teljes cseppel elesett befelé, se Táncsit, se Kvassai, se Papírgyár, se Gubacsi híd. Valaki infót mondjon, hogy miért, köszi. Tudod segíteni, mi van a gyorsforgalmi? Liszt Feri 2-nél áll a sor vége, lassan arra szól. Marti mi küldte nekünk, valamint szörnyű látni a bedugult villányon az álló autók között küszködő szirénázó mentőt, ezt Szala írta nekünk. Tehát Cseperről várunk információt is, a gyorsforgalmiról, hogy mi a helyzet, jó? Hegyeshalomnál kifelé 4 kilométeres kamionsor van már, kitűnő a műsor, Fecó, köszi, hogy elküldte. Teszkós kamionárokban az M3-as 118-as kilométerénél, és a pesti alsó rakparton is csak lépésbe lehet haladni, valamint Szentendre Monpark 2 óra 10 perc, és még nem értem oda. Valami nagyon nagy káosz, vagy valami nagyon nagy zűr van ezzel a pesti közlekedéssel, nem? 2 óra 10 perc. Most már azért ezek mindennaposak. 2 óra 10 perc egy jössz Szentendéről, hogy odaérjél a momba. És pénteken van egy kitelepülésünk, ugye megyünk Budaörsre, a Juronicsba. Így van. Ahogy ugye sokan mondják, a Juronic áruház előtt leszünk majd az üvegstúdiónkkal, rengeteg nyereménnyel, rengeteg izgalmas játékkal készülünk. Sokan le tudják majd cserélni a tévéjüket, nagyon-nagyon drága dolgokat lehet majd nyerni, úgyhogy gyertek el pénteken, és nézzetek meg bennünket. És tök jó, mert Pestről kifelé kell menni, tehát hogy nem fogsz dugóba állni. Tökéletes. De abszolút tökéletes, hát, nem fogsz dugóba állni, nem kell nagyon korán kelni. Kifelé jöttök, pillanatokon belül ott lehet lenni, úgyhogy pénteken találkozzunk Budaörsön. Jó, ott leszünk, oda települ majd ki a Morning Show üvegstúdiója. És azzal gondolkodom, hogy annyira nem szeretek már így tarhálni taxicseket. Mi lenne, ha ott aludnék nálatok? Nálam? Hát ezt én egy csomószor felajánlottam, aztán sose jöttök el, tehát igazából... Várja, megkeresem az e-mailjeimet. Hogy akarsz ott aludni? Vagy hívtalak már benneteket karácsonykor, gyertek át, meg mit tudom én. Karácsonyi meghívásunk van, de ott alvós buliról még nem volt szó. Tehát, hogy ott aludnál nálunk, és akkor reggel én vinnélek... Hát mennyi ez? 5 perc leszünk tőle? Mármint a kitelepülés helyszínétől, a Junanistól? Körülbelül 5-10 perc alatt ott vagyunk. Tehát én 5-50-kor kell nagyjából tőlem elindulni, hogy ott legyünk 6 órára. Még világos bátérnék. Kis törölközőjével, fogkeféjével ott járkálna a lakásban. Akarom én ezt. Csak valahol van egy lakosztály a házban. Hát legyél már rendes, vagy a hátul a kerti lak. A személyzet. Ugye, ahol a személyzet. Meghúzza magát a személyzet mellett. Papucsodba ott járkáljál a lakásba, a kis hálósipkádba, a kis nejlon pizsomádba. Hogy ne kopogja. Nem
Jössz a kis hálózsákodba, benézel a hűtőbe, rájössz, hogy itt semmiféle vegakaja nagyon nincsen, érted, aztán mész. Hát, hogy viszek. Zuhanyozni véletlen, rágyít a gyerek ott zuhanyzás közben, meglátja az óriási plédet. Hát, akarom én ezt, hogy te ott aludjál. Nem biztos, hogy nem biztos, hogy nem igen, apa, gyere csak gyorsan, nézni Ali bácsinak meg. Apa, tiéd miért nem ekkora? Apa, téged horrondod. Anya, te is gyere. De hogy így ketten jönnétek? Vagy mi van a fejedben? Ez sima ügy. Simán. Ne. Mit ne? Főzök valamit. Egyébként? Na. Na, most egy picit elkezdett a dolog van, foglalkoztatni. Nem? Konyhánk van? Hogyne volna. Villany van. Jó. Villanytűzhely. Nem baj, tökéletes, minden megoldunk. Van, Feri. A hűtőkamrákon át. De vendégszobád van, nem? Ha valaki ott akar aludni. Na, valami hasonlóan. Na, akkor mi a baj? Ágyad van? Van. Tessék. Hát ott járkáltok ott nekem ott leföl, most alá. Tehát, hogy ott, én nem akarok ott vizet. Veletek ott modoroskodni. Jól akarom magam érezni. De nem kell modoroskodnod. Paracsony nagy uram, egy jóféle serital, Ferencem. Fogyasszuk egészséggel ezt a jóféle serital. Na, fröcsnek való. Fröcsön van, fröcs nagyon sok korom van ott. Helyezzel lábikráit a vendégpapucsok garmadában. Na most ne legyél már spúr. Tök jó lenne. Nem, spúr nem vagyok, csak nálunk este elég nagy káosz van. Sajnálod a rozét, mi? Nem, azt is szívesen adom. Nálunk este elég nagy káosz van. Játszunk a gyerekekkel. Ez egyébként én játszom a gyerekekkel. Ez egyébként egy vállalható alternatíva. És te közben mit csinálsz? Hát Feri, ellenőrző egy gyerekek. Megmosták a fogokat, én meg azt, hogy Viki lezuhanyzott. Te normális. Kinek mi jut? Ki mit kapott. Jó, de én hosszú ideig zuhanyzom, nálam sokáig folyik a meleg víz. Sok nincs fog kopogni. Oda jössz, és elkezdesz, hogy nyomorultul bekopogni. Bari, hosszú lesz a zuhanyzás, Bari, gyere már ki a fürdőszobából, én jövök, leszúrsz azért, hogy miért nem matróz zuhanyzom. Ez még mindig hideg, akkor egy marmonkanával felfogom, és kiviszem a tujjába. Nálunk nem jössz marmonkanával, hogy fölfogd a folyóvizet, amíg egy hideget engedek a csapból. Tehát, hogy akkor azt a életritmust kell felvenni, ahogy én élek. Hát akkor ennyi. Ami teljesen normális életvitel. Akkor, hogy ne húzzam fel magam, akkor nem a házban leszek, hanem a házon kívül. Hát ezt akartam felajánlani, hogy oda nagyon szívesen meghívnálok. Gyere a házon kívül, Feri akar alszik veled, lakják kint a kertbe, aztán reggel találkozunk. Mi van? Abba hát benne vagyok. Kettő fok lesz éjszaka, ne szórakozz már. Hát de ő szereti a kihívásokat. Feri négy szobás a kerti lak. gyere el a kertbe, állítsál föl egy sátrat hozzá. Hát és nemrég csináltatok a kertet, tök szép lehet. Mint egy kis arborétum, nem? Így nyilván baglyok ülnek a fán, igen, és gólyák laktak minden fa, és békák kurutyolnak a kerti tóban. Csak ne, hogy eltévedjek a sövénylabirintusban. A kukoricásban. Átul a kukoricásban. Abba benne vagyok, ha nem jössz be a házba. Ne legyél már ilyen vele. Azt szívesen megcsinálom. Tehát abba belemegyek. De hol fog fürdeni akkor? Hát hol akar? Elzártátok már a kerti csapot? Nem. Téliesítettétek már a kertet? Van kerti csap. Jöhetsz, fia, akkor megoldjuk. Jöhetsz, ha a kertben laksz. Jó, úgy vállalom. Nem, mert bejön, elkezdett nekem rendet csinálni. De legalább rend átrostálja a kukámat, mert hogy miért dobtam ki a joghurtos dobozt. Rám szól, hogy én egyök egy pohár vizet úgy, hogy közben a kifolyó langyos vizet nem fogom föl egy flakonba. Ha két törölközőbe törölközöm véletlen, akkor ott meg nekem ne kell népnevelni, hogy micsoda környezet szennyezés. Mint amikor Yoda elkezdett turkálni, tudod, a Luke-nak az ellátmányába, és dobált minden. És aztán talált egy bérszérrolót. Tehát úgy átjöhetsz, ha abba belemész, és ígéreted adod, hogy nem jössz be a házba. Akkor sátorozza ki? Igen, kint sátorozhatsz. Tehát van egy no-go zóna, az neked a ház. Jó. Nincsenek no-go zónák. De azt sziárt, oda hallottam, hogy vannak. Náluk vannak. Lesz egy no-go zóna, igen? Az a ház. A házon kívül neked bármit lehet. Jó? De hozol egy műanyag bidét. A vécére bejöhetsz. Tehát vécére bekopod. Pali, ez már nem vicces, ilyen kettő van, ha tényleg egyben, hogy ne befosok. Jó, tehát budira be lehet jönni. De miért kint nincs lehetőség? Miért lenne nekem a kertemben vécé? Hát, hogy ne kelljen bemenni. De kinek van a kertjében vécé? A kerti partira, akik jönnek, ők bemehetnek hozzád kaksizni. Ő, igen. Ásul egy kis elvermeled, elvermeled. Ásul egy kis gödröt. A kertben, aki a múlcsa leszart. És majd lábbal ráadosod. Tehát, ha ezt a díjat elfogadod, hogy no-go zóna a házam, de kint a kertben alszol, hozol sátrat, adok neked plédet, jössz hálózsákba,
kollégákkal, és ott kint én néha kimegyek, viszek neked teát, csinálunk egy képet, egy videót, bármit, de nem jöhetsz be a házba, akkor nagyon szívesen benne vagyok. Ha gondoskodsz róla, hogy akkor a kert az gogozóna lesz. Na, de nem vagy így? Ez nekem tetszik. Hát jössz hozzám úgy, hogy laksz egyet a kertemben. Hát ezt kevés ember mondhatja el magáról, hogy a kertemben lakott egy estét. Hát gyere. Kérdezel, amikor leverem a sátornak a csövekeit, és az esőztetőnek a percet. Kérdezz, beverem a csöveket. Na, akkor még azt beszéljük át, hogy nem hozhatsz akármilyen sátrat. És éjszaka változtatnod kell a helyedet, hogy ne feküdd el a füvet. Tehát tök korrekt ajánlat szerintem. Három óránként át kell költöznöd, mert friss a gyeptégle, és nem akarom, hogy lenyomd. Hogy képzeled el a sátrakat, mint az ötvös cirkuszét? Tehát, hogy nem úgy fog, tehát, hogy ezek ilyen, hogy hívják, kipattintom, aztán ott van. És akkor csak rögzítem, hát, ha lesz valami, mit tudom, szélvihar, vagy ilyesmi, nem tudom, hogy felétek mennyire jellemző a hegyvidéken. De hogy... az már ott hegyvidék. Csütörtök éjszaka ott nagyon hideg lesz. Nekem ez tetszik. Jó, gyere át, meg vagy hívva, kaját adok neked, vacsorát készítek, viszek ki neked, de nem jöhetsz be a házba. Jó? Ezt tudom felajánlani. Jó? Egy kis tálkába így leteszem. Mit csinálok? Jani! Gyere, gyere! Gyere ide! Gyere! Jarika! És akkor jössz. Jaját, itt vagy, jó már. Jó, majd ne te kis buksi füles. Csak kolbászos volt, jó. Elég vissza a sátorban, aztán nem áll össze. Mit a kertet. Jó? Ez jó, ezt tetszik. Fürdeni bejöhetsz, ha akarsz. Jó. De nem szólhatsz bele semmibe, nem rakhatsz rendet. Akkor a törölközőbe kell törölközöd, amekkorát én adok. És kéztörlő lesz az. Rendes nagy törölköződ. És utána éjszakára nyomás vissza a kertbe. Figyelj, ha nem mehetek be fürdni, akkor sincsen, igaz, esik az eső, akkor egyrészt megvonod, másrészt meg leverem, ahogy hívják, az eső csatornát, a függőleges részt alállok, lerúgatok, és egy óránként őrjárat. Igen. Ugye? Ja, és őrjáratoznod kell éjszaka. Tehát videoblogban kell archiválnod, hogy minden rendben találtál a ház körül, és őrjáratozol éjszaka. Csak mondom, hogy én este körbe szoktam járni a házat elemlámpával. Hát ez, akkor majd én figyellek bentről. Na, meleggetok minden ablakot. Igen, nézd, itt van egy kukkoló. Mit ellenőrzöl olyankor? Mit ellenőrzöl? Macska, cica, kutya, poloska. Mindenki. Migráns. Migráns. Álljon meg! Van a migráns a ház körül. Állj meg! Na, oké, akkor ebbe így benne vagyok. Milyen a sátrad? Nincsen sátram. Nem azt te adod, nem adod? Én plédet tudok adni, meg ezt a, mi ez a polifon? Polifon matracom van. Az jó, jó, az jó. Mert tehát... hálózsákom tök egyértelmű, hogy van. Igen. Ez teljesen egyértelmű, tartalék is van. A gyereké is jó nekem. Elmegyek és veszek egy sátra. Jó. Egy ilyen kétszemélyes. Oké. Okay. Hátha. Jó. Viki bejön betakarni. Nem, én foglak betakarni. Én foglak téged betakarni. És egyedül magányosan alszol ki. Nem, én kimegyek hozzád. Szia, Viki. Viki már rég alszik. Én a szomszéd vagyok. Hallottam a rádiót, tudtam, hogy itt leszel. Gyere ide. Nagyon flamás vagyok, kicsi fiú. Ezt üzenem Balázsnak. Na, benne vagy akkor így? Ez jó. Én csütörtökig szeretnék látni egy képet a sátradról, hogy milyen, miért akarod leverni a cöveket, milyen, nem tudom, mit van sátorcöveket, hogy az milyen mély. Tényleg nehogy átüzd ott valamit. Komoly ökoszisztéma van a föld alatt, tehát ott komoly rendszer húzódik a föld alatt. Szerintem. Olyan sok nem leszek ott, hogy besárgulottam a fű. Tehát hát, azzal szerintem nem lesz probléma. Kicsit félek tőle azért, hogy egy éjszak alatt ezt ott nagyon elfekszed, de majd megszellőztetjük a füvet, tessék. Nagyon fázik, tüzet tud rakni? Tud tüzet tényleg rakni, én tudok neki tüzet rakni, a kertben lehet tüzet nyár rakni. Nyár salunk este? Van nyár. Én biztos, hogy nyár salok. Ja, jó. De akkor az végignézheted. Nagyon remélem. Majd megmondom, melyik ablakon kell felmásztod. Te Viki. Hallottam, fúrs az ajtaj előttem. És ott iszonyatosan erőködve kapaszkodt az ablakba. Nem mész innen! Nem mész innen! Valami rá van tapadva az ablakra. Tehát csinálhatsz tüzet, tudok neked nyársat adni, van nyárs. Tofu nyársat. Csinálsz egy tofu nyársat. Májva cukrot. Májva cukrot csak ötletet. Irítunk együtt májva cukrot? Nem, én akkor már aludni fogok. És hallgassunk együtt Dinnyés Józsefet. Neked ez remek szórakozás lesz. Boros Lajost. Bármit eltüzelhet a kertben, vagy van fád, ami direkt erre jó? Van erre száraz fa garázsban. De ha van két fejszém, érted, én megoldom. Van fejszém is, van farönköm is, amin fát tudsz vágni. Tehát teljes felszereltséggel állok a rendelkezésedre. Kint bármit használhatsz. Ha nagyon hideg van, befeketsz az autóba, kint megállok neked, tehát nem állok be a garázsba, akkor aznap éjszakára, és akkor be tudsz menni az autóba, rádod a gyújtást, és fűtesz. A nagyon fázol. Gyakorolhatok a feszített tűztükrőben? Gyakorolhatsz. Az úgy is.
kell. A pöpölődet nem moshatok be. Ezt nem ígérem. Nem ér a medencébe disznókot. Így van. Nem ér semmi olyat csinálni. Ha turos veszed reggel a víz, akkor kikapsz. Szeretném a víz állagát ugyanúgy megőrizni. De melegíted a medencédet, nem? Az 50 méteres otthon. Annyi, hogy be tudsz jó. Nincsen ilyen. De annyi van, hogy mivel most kellett még az őszi tápot beszórni a fűbe, így 2 óránként megy az öntöző. Ezt elfelejtettem mondani. Tehát, hogy ez egy pici vízálló. Ez egy pici nehézség, de hogy 2 óránként most még nekem rá kellett indítanom az öntözőt, bár most ugye első szünet van, tehát most nem megy az öntöző. Ha mázlid van, akkor nem indul el, de tudok róla gondoskodni, hogy elinduljon évfélkor egy program. Figy, nem gond. És akkor de ilyen váratlan, ilyen túra jellege meg tudlak kicsit locsoltatni. Éjszakára befújja magam ipregnálós frébe. Jó, valamit valamiért. Szépen, valamit valamiért. Azt, hogy most 5 perc alatt beérek, ahelyett, hogy mondjuk az M0-áson bumlizok be fél óra alatt, azt szerintem megéri. Ez nekem megéri. Jó. Ez nekem megéri. Társat vigyél magaddal. Társat? Társat, hát ne legyen egyedül. Vállal, jó, ha gondolod. Én sátrazni. Ha gondolod. Hát, ha bemennénk, azt a vállalom, de hát így. Nem, hát gyerekek. Tényleg. Egy fölfújhatót. Tökjé, a régi Pamela 86-os guminő. Igen. És azt írja egy hallgató, hogy ha jön ki a gyerek, akkor adjak rád egy cilindert, és tegyek rád egy nagy szakállat, és álljál mozdulatlanul. Ja, tényleg. Ne ijedjen meg. Jó. Már vártam, hogy itt a kerti törpés poénak. Szeretjük, hogy a gyerek is. De tényleg, mit gyerek mondasz a Beninek? Tessék? Mit mondasz a Beninek? Nézd már, migráncsok lepték el a kertet. Hát milyen világ ez? Migráncsok, nézd meg, ott a migráncsok jönnek, már ott bújnak a kertbe. Nem, megmondom, hogy Jani nálunk sátorozik, de Jani meglehetősen kényszeres, Jani nagyon más életvitelt él, mint mi, ezért nem akarom. Bejöjjön, rendet rakjon, okítson, végig edzetelje a dolgokat, hogy aztán másnap teli szája vigyorogva hirdethesse, hogy... Teli szája lő, péntek reggel ebből egy órás műsort csinál, hogy én mit csinálok, hogy élek, hány törölközőt használok, meddig fürödtem, mit tettem, mi van a hűtőmben, hogy pakolok rendet, mit csinálok. Ezért no-go zóna a ház. Mindenhova benézek, mindenhova felmászok, de előre mondom. Ez a baj, hogy bejön budira érteni, és egy óra múlva se tudom mi kitenni. Tehát, hogy ez egy másfajta dolog, ez egy no-go zóna. Jössz a kertbe, ott vagy. Jó? Ez tök jó. Benne vagyok. Kinézd be, és 45 fokban meghajolva tudod egy túljának. A sátor helyet ki kéne fizettesd vele. Sátorhely? Igen. Azt most eltekintünk. Tehát nem, te ingyenesen? Ja, mert ingyenesen. Be kell fizetni utána ezt valamit. Ezt most ingyenesen adom. Ja, hogy van valami ilyen idegenforgalmi adó, vagy valami. IFA. IFA? Ott, hát azt tudod, egy darabig volt, hogyha a rokon alszik nálad, akkor nem kell fizetni, de ha neked egyébként van egy nyaralod, vagy házad, és fogadj a Jani oda megy. Jó. És ha örökbe fogadtam addig? Akkor mehet, akkor tök jó, akkor már rokon. Akkor örökbe fogadtalak most. Na. Jó, gyere, hideg van nálunk, úgyhogy hálózsákot élek hozzá. Jó, kint van elektromos, van konnektor? Inkább így kérdezem egy egyszerűbb. Van konnektor? Jó, nehogy már az áramot is. Nem, csak azért kérdezem, tudok neked hosszabbítóval odavinni. Az jó, az jó. Jó, de olyan bizonyos limit mellett nem használhatod bármire az áramot. Nem, csak azért jó, mondom, tehát ugye te maximum telefon töltő vagy vízforraló, ezt engedem beledugni, minden más nagyobb fogyasztásnál automatikusan lecsapoltatom. Tehát le olyan biztosítékot ragadok, hogy ne menjen át, és lecsapja a villanyóra. Arra gondoltam, hogy viszek diavetítő. És a háznak a falára. Na, arra kimegyek veled. Nekem van diavetítőm. Te hozol lepedőt, én hozok szeget. Lefekszünk és ketten diát vetítünk. És hogy hívják ott a lepedőt föl? Szegeljük oldalt a közegy gyapot. Na, hát ezért nem akarnak beengedni a házba, mert ilyen terveken törőzhet. Abba te egy szöget nem ütsz bele a házba. Nézzük már diát a ház oldalán. Jó. Jó. Nem, Viki, nem tudom, mit fog szólni a diához, de ha Kati jön, azzal nincs baj szerintem. Gabi, Kati, ez jó, a dia szerintem picit erős. A diára mindig is ugrott. Jó, én benne vagyok. Meg is vagyunk. Jó, de akkor reggel már nem ébresztgetlek, ott vagy felöltözve, készen az indulásra. De a sátrat is már minden csomagoljuk össze. Tehát reggel mire én kijövök, 5 óra 50, sátor összecsomagolva, te ott állsz a kis terepszínű nadrágodban, várasz az autónál is, és indulunk a Juronicsbe. Jó, nagyon jó. Jó? Nagyon jó. Az a kép fog fogadni, hogy a hátamon a csővázas hátizsákban, rajta keresztben felfújja a Pamela 86-tal, hogyha nem tudom esetleg leereszteni éjszaka, ott taposom a parazsat. Edők! Kéz vagyok! Egy jó marrapörköltet tudnék neked csinálni, de hát ezzel sajnos nem vagyunk előrébb, úgyhogy... De most reggel bemehet? Reggel beengedett tusolni? Vagy úgy kell álljon már, ott várjon téged. Hát örülnék, ha kint zuhanyoznál a kerti csapnál, de megoldom. Egy rövidre bejöhetsz. Jó? nagyon erőszakos, hogy hozatok egy tojtojt oda neked. Hogy jössz egy másfél literes. Hozatok, leragadok egy tojtojt. De csak az utcában, tehát a kerten kívül, és akkor ott mehet. De elvermelem.
Ha rendes kis buksi vagy, akkor elkaparod. Egy gyalogsági ásóval. Így a gyöngykavi családtól. Jó, hánykor számít csak az érkezésedre? Figyelj, mindenképpen világosba kell érkeznem, mert azért ott nem akarok ott bóklászni, meg tényleg azért látni akarom, hova verem fel a sátram. Jó, akkor gyere olyan, mondjuk mint 6-7 hétre. Kemping széked van? A kemping székem. A kemping szék nélkül, mert tudok venni kis horgásszéket, ilyen szétnyithatót. De nem akarsz, hogy ülni, hát feküdni fogsz. Hát de ki akarok ülni a sátra mellé? Ott van egy ilyen tűzrakó hely, és ott ki tudsz ülni, az meg van csinálva. Tehát a tűz mellett tudsz melegedni. Egy igazi retro sátrazást akarok. Viszek majd egy kétkazetes magnót, és szól belőle a tö-tö-tö-tö-tö, limbo! Csak mondom, hogyha nem tudok lőni, nem tudok aludni, akkor a gyerek csúszdjával acélgolyókkal foglak lövöldözni. Mert van egy ablakrész, ami pont a kertre néz. Tehát van a gyereknek csúszdja, nekem meg vannak acélgolyóim, először üveggolyóval indítok. Ha arra sem hakulsz el, akkor acélgolyóra váltok. Valahogy. Kedves ismerősök. Jó, én benne vagyok. Én benne meg is vagyunk. Átívunk valakit? Bocskorikat? Gabiékat hívjuk el? Este nyársalásra. Tehát nincs nyársalás, már megmondta. Nincs nyársalás, én monogám párkapcsolatban élek, én nem tudok nyársalni, úgyhogy nem vagyok benne. Andi már nagyon csöpög a májvád. Akarsz kis májba cukrot meleíteni? Hát az mennyire feelinges már. Jó, ja, és a vega kaját te hozod. Jó. Jó, tehát bármit akarsz enni, vagy bármit akarsz enni, fogyasztani, az a tiéd. Jó? Jó. Hideg vizet tudok adni. Jó? Ez a japán cseresznye, ez ehető? A japán cseresznye, igen, a babér nem tanácsos. Ja, tehát ha lát kicsi fekete fogyókat, és azt hiszed, hogy szeder, az a babér. Azt ne edd meg, mert az nagyon erős hasonlítom. Kirabolom a mókus hodúját. Hogy a fogyós babócában, igen. Na jól van. Oké, én benne vagyok akkor. Jöhet. Meg is vagyunk. Jó, de akkor tényleg gyere. Jó. Szerintem ma vagy holnap elmegyek, és megveszem a sátrat. Jó. Oké. Okay. 8:30 volt pontosan 2 perccel. Én is mehetek hozzád? Vizek PlayStation-t, kérdez egy hallgató. Van, ne hozz. Jani, lakókocsi, Feri, gyere te is lakókocsizzunk. Tudtok maradni hétvégére és Ákos írtunk. Már nem engedett be a fűre, gondolom, a lakókocsit. Igen, nem, azt nem. Bejárati ajtó fölött lakjon, azt mondod másoknak, biovízköpő. Robi, Janinak tudok adni sátrat, használt török között, Robi küldte nekünk. Igen, migráns költözött az udvarodra, igen. Este oda megyek, beengedtek? Kopasz úr kérdezi, onnan én lakom. Csináltunk egy ilyen kerti part, igen. Abszolút. Küldtetek egyébként az e-mail címükre a jelentkezést, és alapvetően két személyes sátra fel fogok vinni, csak nagyon fontos az, hogy tényleg fényképes önéletrajzokkal jelentkezzetek. Jó, mert elsősorban nem fogok együtt aludni, meg ráadásul kell a segítség, mert ugye körbe kell majd árkolnunk a sátrat a vízelvezetés miatt. Kérdezi egy hallgató, hogy wifi-t használ, te egyértelmű, hogy nem. Abszolút tiltás van. Tehát abszolút. Nincs 3G, nincs, tehát nem, az internettel nem veszük el az időt. Tehát nincs wifi használat, az mi korlátozzuk saját magunknak. Nem rabolsz rá a wifi hálózatomra, mindenféle csúnya felnőtt tartalmat. Látom, hogy lelassul a wifi 10 órakor, a te sátradban meg ég a kis telefonod. És majd ott választod. Na, Jani. Elütöttem a telefont, és akkor bejönnek majd ilyenek, hogy DOS.net, bocsi wifi. Mondd. Kancler Csabi, ami IT-s kollégánk, luxus körülményeket teremtene neked, mert azt írta most nekem, hogy Anna, Janinak üzenem, ott a lakóautom, hátul az udvarban, menjünk azzal, van lakóautója. Lakóautó. De nem mehet be az udvarba, letapossa a füvet a lakóautó. Hogy beállunk a gyertre. És reggel, hogy átnedvesedett a vizet, a lajot, kézzel, hogy és ahogy hívják, hogy gyűri föl hengerbe a gyertéglát. Nem lehet, meg túl luxus lenne, nem? Nem, gyerek, aki nálam akar. Nem, egy klasszik sátrazás sátrazik. Hát Csabi, sajnálom, én átadtam. Jó. Limbo hintóval, hogy hívják, a börtön ablakában, dobozgitáron. Itt minden lesz, figyelj, tűzrakás. Tűzoltás. Annyi, hogy a biztonsági őr mindenkit megmutoz, aki belép hozzánk testüregmutozással együtt. Tehát ne próbálj meg a seggedbe valamiféle patront felhozni, vagy behozni. És abban mindenféle káros anyagokat tartalmaz. Hát ez meg miért? Egy hapszifon? Húzzuk csak ki onnan azt a hapszifon! Júj, de nagyon stresszesek vagyunk ma, nehezen engedjük el ezt a hapszifon. Na jó. Ráadásul hiteles. Oké, írjátok, hogy dokumentáljátok a dolgokat. Persze, abszolút, lesz minden. Csinálunk videót, fényképet, ahogy Jani nálam sátrazik. Persze, abszolút. Látni fogtok majd ti is mindent, igen. Stoppoljak is előtte, álljak így, azért, hogy az M0-asnak a szélére egy ilyen papírtáblában. Most 10 órakor hol vagy, gyere már, még mindig itt állok, stoppolok, jó? Tehát nem megyek érte. Igen. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza. Jó, 8:30 múlt pontosan 5 perccel jövünk a hírek után.
3:49 múlt pontosan. 3 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Azért azon ne lepődjünk meg, hogy ha reggelre az összes okni meg van stoppolva, a használt kávékapszulák fel vannak vágva, az aca virágokra öntve, Viki alsó neműi meg valami... Ja, igen. Fura anyaggal vannak be, mama. Ancsa küldte nekünk Svájcból. Hát gyerekek, ezért nem jön be. Tehát, hogy ezért van kint, mert nálam is teregetés, csipesszel, zoktik, párban rakása, tényleg kávékapszulák felbontása, átrostálja ott nekem a szemetesem tartalmát. Figyel, mint Yoda, mint Yoda Luke Skywalker űrhajójában. Tehát ott erre én nem vágyom. Kertben van, hidegtartás, ridegtartás. Néha majd kap egy kis meleget, meg ezt, azt figyelünk rá éjszaka, gondját látjuk, de ez tisztes távolságban marad. Fény, a ház no-go-zóna. Szép lesz egyébként, olyan lesz, mint a nagy tartsony laktanya annak idején. Szépen így a szegélyköveket le fogom festeni majd fehérre, fogom majd festeni a kapu mellé, hogy kapusszoba, eáp. Felfújod mindenhova a sprayvel. Csak hogy jól legyen, igen. Jól van, na ugye megbeszéltük, hogy János jön hozzánk a kocsitörtök este, mert hogy pénteken Budaörsön vagyunk, ugye a Euronix áruházban, péntek reggel megyünk majd kitelepülni, rengeteg ajándékkal, technikai kütyükkel felszerelkező szeretnénk még nektek minél több mindent adni és boldoggá tenni benneteket, úgyhogy gyertek oda, 6 órától ott vagyunk Budaörsön. Jó, de nekem az elektronikai áruházban. Hát ott vagy, hogy ő hogy jut el, az még korán sem biztos. Ha jól viselkedik, jön velem, ha ott reggelre más dolgokat találok a kertben, mint aminek ott kéne lenni, akkor már füvet nyílt, lombfúvózott, 5 órától nem hagyott aludni. Énekelgetni fogsz így a tábortűzön, mint a mókus fenn a fám. Hát persze, ha Hungária szól, már pedig azt fog szólni, Kazettás Magnóról, akkor én énekelni is fogok. Elemet vegyél bele. Mindenképpen. Mert azért én nem bíznék abba az áramba. Biztos külön óráról megy is. 8-tól 8-20-ig van áram, szia. Jó lesz az. De engem aztán ne fárasztál ilyen előre felvágott fahasábokkal, amiket a benzinkúton veszel meg, ilyesmivel. Érted? Ha ott van fa, tüzelőnek való, meg egy kis fejszén, megoldok minden. Akkor a fejszén van, hogy konkrétan hanyat fogsz esni, hogy felemeled. Nagyon sokat tüzelünk, úgyhogy van minden. Csinálunk majd egy élő bejelentkezést, jó? Rádrontok majd valamikor élőbe. Rádront, azt hát ki kell jönnöd, együtt vacsorázunk. Aztán pedig diavetítés. 3 fokban. Ez is tó kincsen. Csinálunk egy élő bejelentkezést majd, igen. Engem, látom a szombati borcímlapot, Balázs állati körülmények között látta vendégül Vadó Jani. M3-as autópálya, a Dormándi kihajt előtt kamion borult az árokba, dugó nem alakult. Kirendülök már a helyszínen. Kis Bagi küldte nekünk, köszönjük szépen. Sziget-Szent Miklósról a nullás felhajtó elején egy idős bácsi lerobban, többektől próbál segítséget kérni, vonóhoroggal a kezében. Aki tud, kérem segítsen, sajnos én később vettem észre, ezt Anita küldte nekünk, köszönjük szépen. Budai-Pesti alsórakpart lassú haladás, Ferigyen befelé átlagos a dugó, semmi extra, nem úgy, mint a Budakeszi úton, lépésbe lehet csak haladni, csak úgy, mint a 10-es úton, ami szintén elesett. A Ferigyen, az Ferihegyen, vagy? Uh-huh. Az? Igen. Azt mondtam, hogy Ferigyen? Igen, hogy rövidítesz, de nem ja, baj, hát jó. Ez sietek, az darálom, hogy Ferigyen. Idő, másra is érted, Ferigyen. Ez az anyagtakékos beolvasás. Egyébként teliholdkor vonyítok, csak mondom. Nem lesz teliholt, szerintem. Jó. Megúsztad. De egyébként meg sírba alszom. Betakargatok. Állomba sírok magam. Balázs azért fotót készíts majd a Jani kis migránsról. Csinálunk a fotót, egy élő bejelentkezést csinálunk majd. Megmutatjuk, hogy tábort tüzezünk ott a kertben. Ahogy megjelenek az utca végén a kis hátizsákommal. És van vele 86-tal. Na, mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrása. Figyelj mindenki, aki játszana velünk. Ó, de jó dalok ezek. Csütörtök 2, éjszaka 2, szakadó eső. Most mutatják az időjárás jelentést. Csipős lesz az az éjszaka, ha itt 2-t mutat, az nálunk 0. Fönt a hegyen, az hegyvidék, hozzátartalék kesztyűt. Akkor domboldalba verem fel a sátrat, és akkor elfújja mellett a víz. A garázsba. Csúnya lesz az. Hozzám, vízzel a sátor lesz. Mindenki is megnézzük. Vízzelosátor lesz. Jó. Nem lesz vele gond. Mondom, hogy rosszul is elkezd, rádindítom az öntözőt. Kinéztem egyébként már, és azt írják, hogy ilyen trópusi esőnek megfelelő vízmennyiséggel tesztelték. Az jó, csak az trópusi. Tehát az kell ugye neked. Meleg. Ja, meleg. Aha. Nézd valamit. Ez meg jégeső lesz. Igen. Na, mutatjuk még egyszer, hogy figyelj, hogy minek játszhasson. Figyeljetek. Hát nagyon jó kis válogatásunk van, mert tele vagyunk. Egyet válasz belőle. Egyet menjen 9 után? Persze. Jó, egyet adjunk le 9 után, mindjárt nézzünk egyet.
Julival folytatjuk, mert hogy kedv van, és hosszú-hosszú hetek óta nem találkoztunk vele. Múlt héten kitelepülés volt, előtte Julitán szabadságon volt, ugye? Úgyhogy most sokáig nem volt. Úgyhogy Juli jön hozzánk, vele folytatjuk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetett a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, megint felülemelkedett Balázs Feminin, én nyajózan észre. Nem én voltam, ez bent volt a gépben, úgyhogy tényleg abszolút semmi közöm hozzá. Na, itt vagyunk, és folytatjuk. Jó, ez a Backstreet Boys, DJ Oti's Back, DJ Oti-nak sincs köze. Ehhez DJ Oti korát idézi ez a dal, de... Azért vannak egybeesések gyerekek, nem vannak lehet rákenni Oti bácsira. Igen, nem mindenről Oti bácsi. Tehát. Kaposvárról Dombóvár felé a körforgalomnál szokat helyen mérik a súlyt, Tomi küldte nekünk, Derecskén mérik a Debrecen felől jövőket, ott is vigyázzatok. M0-ás vecsés előtt 3 km dugó lezárták, és reggeliznek a munkások az M1-es felé. Egy anyuka gyerekkel lerobbant az M3-as pályán Borsod és Hajdú-Bihar között Pest felé, a Tiszaújvárosi tábla után egy fehér Opellel. Léci, segítsetek neki. Hajjajjaj. Anyuka gyerekkel felé, vagy gyorsan, Zsül? Csörögjünk rá, hát a felveszi, csak hogy miben tudunk neki segíteni, ő az. Legalább elvinni, vagy csak hát mondja el, hogy igen, hogy mi történt az autóval, csak benzin fogyott-e, hol áll pontosan, hát a felveszi, és akkor tudunk neki segíteni. Tiszaújvárosi tábla után egy fehér Opellel az M3-as pályán, Borsod és Hajdú-Bihar között. Hát a gyerek is van, anyuka ott az M3-ason esőben, sötétben, nem túl szerencsés. Mindjárt megkérdezzük. Csörög? Nem csörög. Igen, Hello. Ja, te írtad az SMS-t? Én. De hülye vagyok, most én az anyukát akartam felhívni, és nem esett le, hogy nem fogok írni, és ahogy beleszóltál, persze, hülye vagyok, és ahogy beleszóltál, abban a pillanatban jöttem rá, hogy Bali, de hülye vagy. Hát hogy, persze. Mondom, már is hívjuk az anyukát, most segítséget mondjuk neki, mondjál, mi a baj. Mondjuk én simán mondom, de jó fejek vagyunk, megoldjuk megint. Feri pedig itt nagyon bólogat, és nem mondja, hogy ez az jó, nem a száma. Bocs, megkaptuk az SMS-t, hogy hívnak? Oké, köszönöm Robinak. Robi, bocs, te nem téged akart. De ezt megoldották. Megoldották. Ez a lány, megoldódott, volt egy jó ember, aki behúzta a mit tudom én hova. Jól van, azért messzire jutottam 10 év rádiózás után, kapunk egy SMS-t. Komoly szakmai kvalitásokra tettem szert. Köszi! Ciao. Hello. Le se esett. Nekem se, de tökre ízni. Persze, hívjuk föl. Mencsikebben egyre szóval tényleg téged is magam arántottalak. Anyuka elmondja, hogy ott áll, mennek kórházba a gyerekkel, vagy beteg, vagy iskolába, siet. Valaki vigye el őket, vagy jöjjön az autó, én mondom, milyen jó fejek vagyunk megint. Igen. Jó, van, szép volt, srácok. Ez az. Eljutottunk a hallgatóig, akik küldte az SMS-t. Hát itt csak 12 éve rádiózó, nincs ezzel baj. Legközelebb majd egyszer eljutunk biztos a hallgatóhoz is. M0-ás, M7-es felé araszolás, a 40-es kötől Peti, köszi, hogy elküldted nekünk. Köszönjük szépen. Bali legalább a garázsba enged be, a Janit írja egy hallgató. Nem. Gyerekek, itt rend van és fegyelem. Én olyan, mint a kérted a kecske és a farkas. Berakja a kis lábacskáját, fehérre meszelve, kis lisztbe forgatva, aztán utána már benn van az egész ember. Kint. Óvatosba. Majd megnézzük, hogy viselkedik. Megnézzük, hogy viselkedik, és akkor meglátjuk. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Júli. Júli, hello, jó reggel! Ciao. Érzitek ezt a bukét, ami körbeleng engem? Hát én megmondom, hogy én nem érzek semmit, azt látom, hogy új a hajad, vagy más a hajad, vagy nem. Pusztai? Nem. Más a hajam egyébként, igen, ki lett vasalva. Ki lett vasalva? Eltűnt a göndör hajad. Ez az a haj, amit valaha is ki lehetett vasalni? Én azt hittem, ez soha nem lehet. Ez ki lehet vasalni. 100 fok fölött gőzzel. Igen, egy napig. Igen, az elsőig fog tartani. Tök más így a hajad egyébként. Julinak eltűntek a göndör fürtjé, és hosszú egyenes szőke fürtő. 10 évvel ezelőtt volt egyszer kivasalva, akkor a Miró sokkot kapott. Most egy forgatás kedvéért megint kivasalták. A Mirónak továbbra se tetszik, a Lidinek meg a Milának viszont igen. De nem rossz. Rossz. Nekem bejön. Én meg nem rossz. Meg rossz. Nekem minden tetszik, ami a Mirónak nem. Na, mit hoztál? Ahogy mit hoztam? Hát nem tudok, én múlt héten még ti kitelepülésem voltatok, én rokonlátogatásban voltam Genfben. Ó, Genf, Olaszország, imádom. Nagyon jó hely. Hoztam egy kis csokoládét, meg büdös sajtot. Nagyon jó, a sajtot azt viheti, Jani, csütörtök estére. Egy kicsit kérek belőle azért. De nálad fogja
megcsinálni, ugyanis ezt meg lehet úgy csinálni tűz fölött, tessék, hogy szépen fölvágod itt keresztbe. Hát, mi van a migráncsukra? Migráncsuk megint? Hol? Migráncsuk? Hol? Csokit kérünk? Bonthatom? Hát, bontsál egy kis csokit, svájci csokit. Ez jó. Az jó, az elbetűs. Csokoládégyárban is, srácok. Igen? Ó, na, volt. Nagyon jó. Egész, és gyönyörű szép időnk volt. Hát Genf. És mit csinálsz még itt, ha neked svájci rokonaid vannak? Hát miért nem dobbantottam el? Na, svájci hitele is van. Úgy viszont minden, ami svájci. Miró családjának egy nagy része költözött ki Genfbe. Hmm. A Miró nagynénye, ő az ENSZ alkalmazottja, és ő kint dolgozik, és kint vannak most már másfél éve. Srácok, ez a Svájc, ez gyönyörű. Nem mondom. Hát egészen elképesztő. A Genfi tó, én álltam mellette, és nem hittem el, hogy ennyire tiszta lehet egy tó. Kétszer akkora, mint a Balaton, és lelátsz 5 méterre. És hiába keresed, nincsenek benne sehol sem műanyag üvegek, meg poharak, meg személy. Há, jó, de arról nem írt a Bornai Dalt, hogy Genfi nyár. Mint a balatoni nyár, igen. Ja. Szép, ez nem voltam még soha Svájcban. Gyönyörű és unalmas, nem? A azt mondják. Unalmas. Nagyon vonalasak egyébként. Tehát én ott nem, meg mi ott nem tudnánk élni. Ezt a családot, meglátogattunk Miró családját, az első házból kitiltották, mert a gyerekek reggel 7-kor keltek, és föl alá szaladgáltak. És egy hét után megjelent a házinéni azzal, hogy tessék csomagolni. Uh-huh. Hát itt ez nem így megy. De nem exhúzáltam magát, hanem... De ne rohangáljon a gyerek? Nem, itt nem szabadám. Nem szabad ám reggel 7-kor szaladgálni. Hú, de nagyok nőttek a szemembe. Uh-huh. Azt hiszem, minket az első nap tiltanának ki. De hogy ez teljesen normális, hát. És ez egy szabály, hogy ott nem hangoskodunk, de nem is, ők nem is hangoskodtak, hát gyerekek. De lekötöd a gyerekedet ilyenkor, hogy mit csinálsz vele? Mi egy hétig, nem egy hétig, 4 napig voltunk ott, 4 napon keresztül arról szólt az életünk, hogy ki fognak dobni, ne csinálj, szörnyű lehet. Van bennük élet, mi? Úgyhogy borzasztó, de egyébként maga Genf gyönyörű, és az emberek kiegyensúlyozottak, és valahogy látod, hogy mindenki jólétben él, döbbenetesen drága, elképesztő, tehát én ilyen drága, még Londonnál is drágább. Ezért a csokit és a sajtot is itthon vetted. Igen, a benzinkútnál most reggel. Figyeljetek, leültünk meginni 2 presszó kávét, meg egy ásványmentes vizet, és ott hagytunk 16 eurót. Penny Market. Pedig nem a fő utcán, hanem tudom, milyen dom mellett ott ittunk kávét. Tehát valami horror drága, borzasztó. 2 kávé és egy ásványvíz, az mennyi? Várjál, a 16 euró az olyan 4500 forint körülbelül, durván. Barátságos. Az csúnya. Nem semmi. Az csúnya. Ilyen csapok vannak az utcán, vagy valami? Nincsen? Viszont minden WC ingyenes. Az jó. Tehát bárhol ingyen bemehetsz WC-re, és nem kell sehol se fizetni. És azért hát annyit is keresnek, hogy ki tudják ezeket fizetni. Tehát, hogyha kincs picit más, lesz, igen, picit más az átlagjövedelem, amit nem szak. És ők kik, akik ki vannak, bocsánat, ők a kinti... Miró nagynénye. Miró nagynénye. Igen, uh-huh. És az egész család 2 kicsi gyerekkel, gyönyörűen beszélnek már franciául, kint járnak iskolába, óvodába. Hát szuper, tehát hogy igazából egyrésztről nagyon irigylem az életüket, másrésztről pedig... Nem tudom, bennem sosem volt elég bátorság ahhoz, hogy dobban csak, bár mostanában sokszor megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy esetleg léptek? Lenne. Tényleg? Elgondolkoztatok rajta? Hát, a szakmája az ér külföldön, tehát ugye szakács az így van, pontosan. Megy, jól is fizetnek. Mindjárt hol esnek. Mi Új-Zélandon gondolkodtunk. Nagyon sok magyar van Új-Zélandon. Én sokszor hallom, hogy mennek ki Új-Zélandra. Nagyon zárt közösség, de azt nagyon szeretik a magyarokat, mert nagyon megtalálták utána. Mondjuk nem szaladsz haza hétvégézni. Hát pont ez az, hogy igen, azért, igen, hát hogy azért lenne jó ennyire nagyon messzire elmenni, mert onnan nincs visszaút. Tehát, hogyha az úgy döntesz, hogy oda kimész, és jönnek a nehézségek, akkor nem szabad. Hanem úgy van, hogy kocsiba ülök, és akkor mit én Olaszországban élek, hazaszaladok. Nem, így van, ott maradsz. De ez reális gondolkodás most? Vagy nézd, igazából amiről múlik az egész. Uh-huh. Mert belőlem nem fogunk megélni. Valahány nem november után. Addig még csak. Csapataink harcban állnak. Természetesen csapataink harcban állnak. A bölcsész diplomámmal ott nem sokat fogok keresni, ráadásul Új-Zéland... Jó tenyésztésbe tudsz gondolkodni. Új-Zéland csak úgy fogad be egyébként, tehát az nem perspektíva nekik, hogy te azt mondod, hogy akkor te majd szobalány leszel. Azt mondják, szobalánynak nem menjél ki, mert nekik is van emberük arra, hogy szobalány legyél. Tehát valamit extrát kell nyújtani? Igen, valami szakmával kell, hogy kimenjél, és például a vendéglátósokat nagyon szeretik és várják. Na, tehát most a Mirónak kellene összekapnia magát és rágyúrnia az aggóra, csak hát a Miró is ugye 0-24-ben dolgozik, úgyhogy így ez így, hát egyelőre még kanyarba sincsen, de sokat beszélgetünk róla, gondolkodunk róla, aztán lehet, hogy egyszer csak a... Mi nincs még Új-Zélandon?
Te mire tudnál beugrani, azon gondolkodom. Amiről egy szervéttermet akar nyitni. Na, hát egy aztán meg is vagytok. Igen, és nagyon, állítólag nagyon szeretik. Jó, ha kell egy bohót, szóljatok, én megyek. Állnál a futrak előtt, hogy ide, igen, dobálom majd, dobálom majd a teniszlabdákat. A kezel alá dolgozom. Hát csak ez lehet. Hát én, majd, és onnan írok cikkeket Magyarországra, de hát nyilván nem abból fogjuk eltartani a családot. Úgyhogy... És Steiner Kristófnak bejött ez a külföldről, hazafelé cikkezünk. Meg Új-Zéland jó is. Simen. Engem is van az egyébként szimpatikus, hát ott van a megye, középfölden. A hobbitok, vihetnéd a gyűrűt. Vihetnéd a kis gyűrűt középföldéről. Szarumáni, Sauron seregei, Saruman serege, igen. Mondjuk ott nem közösséges orkok vannak, ahogy hallom, hanem hurukályok. Nem, most már durult a helyzet, igen. Sajnos. Nem holmi szemenszedett orkok, hanem hurukályok ezek. Túl vagyunk az első repülésen, a gyerekek most repültek el. Na, és mit? Hogy reagáltam? Óriási volt. A Lidi egy héten keresztül szorongott. Tehát ő az a legújabb, hogy kocsiba ül, hosszú útra megyünk, akkor elkezd hányni. Egyszer, de akkor hány. Úgyhogy mi már előre készültünk, hogy akkor a Lidi most megint csak valamit kifogadni magából. És aztán kaptak két gyógyszert, és tök jól viselték az egészet, és akkora élmény volt nekik, felszálltunk, leszálltunk, néztek ki az ablakon. Én, amikor jöttek ezek a nagy emelkedők, amitől ott felszalad a vér az agyadba és vissza, én attól rosszul vagyok, de ezeket egyáltalán nem zavarta. Tök jó. Úgyhogy nagyon-nagyon jól sült el, úgyhogy ezután lehet menni. Hát úgy, Zélandik hosszan repülő út, úgyhogy kell edződni. Hát, ja igen. Szanaxot nekik. Akkor. Hadd így. Hálinkás aludj. Hadd aludjon ez a gyerek. Föl kell Új-Zélandon, ez ott várja. Tessék? Jó féle. Jó csoki. Azt gondolom, hogy jó. Egyre jobb tényleg. Jóféle csoki. Az Aldi. Legjobb egyébként. Jót hoztál, igen. No, srácok, nem tudom, hogy mennyire figyelitek az eseményeket, mi zajlik most éppen Lengyelországban. Milyen törvénytervezetet készülnek éppen szigorítani. Olvastunk ezt. És hogy mekkora balhék vannak most oda át. Olvastunk ezt azt, és némi rettegés fog el mindig, hogy a lengyel-magyar két jó barát. Nehogy valakinek ez itt is eszébe jusson, és rettegek ettől, hogy előbb-utóbb ez valahogy napirendre kerül, és ez a fajta elmeháborodás, ami most van Lengyelországban, ez majd begyűrűzik ide is. Mondjuk Lengyelország azért a ló túloldal, én azt gondolom azért, ez nagyon... Hát eddig is nem tudom elképzelni, hogy azért ez így ebben a formában megjelenne Magyarországon, ti el tudjátok? De csak kivitte a sajtot, mert már ősebb. Kivitte a sajtot, igen. Ez vagyok büdös, igen. Nem, hát nyilván abszolút, tehát, hogy... De mondjuk el, hogy ugye az abortusz törvényt szeretnék szigorítani. Azt az abortusz törvényt, ami egyébként Európában az egyik legszigorúbb. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mitől szigorú ez a bizonyos abortusz törvény, illetve miben más, mint a magyar abortusz törvény. Mondd el. A történet lényege az, hogy Lengyelországban csak abban az esetben adnak engedélyt az abortuszra, hogyha a magzat bűnben fogant, tehát például nem érő nem erőszak, így van. Lett az anyuka. A születendő gyermekről kimondható, hogy életképtelen lesz, illetve hogyha a növekvő magzat az anya életét veszélyezteti. Ezzel szemben Magyarországon van még egy plusz lehetőség a magzatelhajtásra, hogyha a terhes nő súlyos válsághelyzetben van, és innentől kezdve ez tulajdonképpen ebbe bármi bele. Igen, hát a lengyel abortusz törvény, mondják, hogy eddig is baromi szigorú volt, ugye? Tehát, hogy rettenetesen, hát nem sok mozgástered volt igazából. A nőknek, és ugye volt egy abortusz turizmus, tehát ezek a nők, akik ugye a Lengyelországban nem kaptak engedélyt arra, hogy megszakítsák a terhességet, azok fogták magukat, átmentek Szlovákiába, Németországba, ide-oda. Vagy ilyen sufni tuninggal, ilyen buheradokikkal elhajtatták a gyereket. És most akkor ott van a parlament előtt ez a bizonyos törvénytervezet, hogy fogják ezt a bizonyos törvényt, és még szigorúbbá teszik. Ebből a háromból még kihúznak? Nem húznak, mindent kihúznak. Nincs olyan, hogy abortusz. Ez. Zéro tolerancia. Tehát tulajdonképpen arról van, hogy teljesen megtiltaná az abortuszt. Ráadásul, ami még ebben megdöbbentő, hogy maximálisan kriminalizálja azokat a nőket, akik segítenek, vagy férfiakat, akik segítenek ilyen beavatkozásban. Tehát tulajdonképpen dettó középkor. Tehát egy vissza. Vissza a középkorban büntetik azt, aki végrehajtja, aki elhajtja, aki magán megcsinálja. Tehát a lehető legszigorúbb abortusz törvény, hogy jönne. Már csak egy skarlátbetűt kéne fölvarni, hogy a kabátjuk. De most az, hogyha az anya belehal abba, hogy a csecsemő mondjuk akkor ez, érte, volt, hát, ez volt az égiek szándéka. Ez hogy akkor megy az anya is. Aha. Hát igen, náluk ugye nagyon dominálnak az úgynevezett keresztény erkölcsök, meg hát keresztény... A lengyel nagyon mélyen konzervatív, így van. Katolikus vallásúak, és az abortuszt egyébként én úgy tudom a felmérések szerint, hogy 10-ből 7 ember bűnnek tartja, de ezt a fajta szigorítást egyébként a lengyelek sem támogatják. És óriási felháborodás van vele, és utcára vonulnak, és kikérik maguknak is egy
egyáltalán. Igen, hát itt van ugye egy alku, azt mondják egyébként, igen. Tehát van a lengyel, azt hiszem, tehát jog és igazságos párt, ez a PISZ nevezetű párt, akik szenzációsan kitalálták, hogy majd a hatalomra kerülnek, akkor egyfajta dealként ők ezt napirendre tűzik, mert azt mondják, hogy ez egy alku köztük és az egyház között. Igen. Mert az egyház azt mondta, hogy én segítek nektek hatalomra jutni, cserébe majd ha ti hatalomra juttok, én hirdetem az igét, ugye, hogy kire kell szavazni, ha ti hatalomra juttok, akkor viszont vegyétek napirendre, tehát tulajdonképpen egy ilyen katolikus egyház lobbit mondanak a dolog mögött, hogy igazából ez a párt nem csinál más, mint hogy beváltja azt az ígéretét, hogyha segítetek engem hatalomra jutni, akkor én meg napirendre tűzöm azt, ami a katolikus egyháznak baromi fontos, kvázi, hogy teljes abortusz tilalom. És akkor így került ez igazából napirendre. Sose hallottam maga. Még ilyen alkukról. Hát, volt már azért erre precedens a világtörténelemben. És ugye úgy mondják, hogy a szószékért nyújtott támogatásért, kvázi, ugye tulajdonképpen ők ezt napirendre tűzik. Ez az alkú, hát ezt suttogják. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Ferenc pápa, ugye ő nem kifejezetten népszerű pápa mostanában a katolikusok körében, mert hogy egy csomó olyan enyhítést hozott legfelsőbb szinten, amivel kihúzta a gyufát. És ami miatt egyre több hívő fordul szembe a pápával. Hát a legliberálisabb gondolkodásmódú pápa. Többek között az abortuszra mondta az, hogy noha bűn és nem elfogadható, de hogy az abortuszt egyébként csak püspök adhat feloldozást az abortusz alól, és a Ferenc pápa azt mondta, hogy ezt mérsékeljük, enyhítsük, hogy most már a pápa, illetve a pap is adhat. Aha. Egyébként gyónhatsz a papnak is, és ő is adhat az alól feloldozást, és ettől aztán mindenki a szívéhez kapott, hogy hát ez is micsoda ördögtől való gondolat, hogy egyébként egy pápa beáll egy ilyen mögé. És akkor most jön a lengyel kormány, akik meg elkezdenek erről szavazni. Én nem tudom, hogy milyen a lengyel kormánynak az összetétele egyébként, milyen arányban vannak nők és férfiak, de hogy itt megint az van, asztus kulcs, hogy egyik oldalon van egy ilyen lobby, hogyha te hatalomra kerülsz, akkor én majd segítelek, és akkor én cserébe ezt meg azt megadom. És közben meg azt gondolom, hogy valószínűleg, hogy a kormány összetétele valószínűleg alulreprezentáltak megint csak a nők, tehát hogy nem tudom, kik nyomkodják a gombot, de hogy egész egyszerűen nem hiszem el, hogy tőlünk pár száz kilométerre gyakorlatilag visszamennek a középkorba. Szörnyű, abszolút szörnyű, igen. Szóval amit mondasz, az tényleg dermesztő. Én ezért mondom, hogy rettegve olvasom az ottani eseményeket, hogy nehogy aztán itt... Hát szivárom. Hogy valakinek valahogy egy ilyen gellert kapjon ez a dolog, és majd elkezdenek itt is a nők felett rendelkezni, és a nők rendelkezéshez való jogukat egész egyszerűen megvonják, és eltörőjék, és ilyen szinten szankcionálják. Fura egyébként, igen, hogy néhány politikus azt gondolja, hogy minket kiválasztottak az emberek, nem? És igazából nekünk kéne értünk lenni, de igazából ők vannak értünk. Szóval, hogy itt valami teljes téveszme van szerintem. És a lengyel nők nem szólnak? De, nagyon nagy tüntetés van, feketébe öltöztek, nagyon nagy megmozdulások vannak. Ez az a kérdés, ami ugye a lengyel katolikusokat is megosztja. Tehát, hogy eddig összezártak, és egy az Isten is, és egyik az érdekek is az elvek. És most ez az a törvény, ami miatt például nők kivonulnak a templomokból, amikor a pap elkezdi felolvasni ezt az agitációt. Aha. És ezt a levelet. Tehát ez a katolikusokat is megosztja, és szerintem ez egyébként egy óriási öngól, tehát ez óriási hiba, hogy ebben beleálltak. Hát és főleg így, ahogy Balázs is felvázolta, hogy ha emögött tényleg egy politikai alkú áll, hát akkor aztán meg végképp elfogadhatatlan. Főleg ciki. A múltkor már valamikor beszélgettünk egyébként valaminek kapcsán az abortuszról, csak akkor úgy emlékszem, hogy nem foglaltatok állást azzal kapcsolatosan, hogy mit gondoltok egyébként erről az egész eljárásról, hogy ezt mennyire. Nem, tartják. Akkor egy személyes esetet hoztál, igen, be, és arról beszéltünk akkor, hogy minden eset baromi más. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy valahol a kettő között van az igazság, szóval a teljes tiltás sem jó, és a teljes engedékenység sem. Nyilván meg kell vizsgálni minden esetet, de én azt gondolom, hogy ez a nőnek a lehető legszemélyesebb döntése kell, hogy legyen, amellett, hogy nyilván az ember azért próbálja védeni a magzatot is, persze, és én azt mondom, hogy minden körülmények között mindig mindenki mindent elvetethessen, tehát, hogy legyen egyfajta kerete azért ennek, de... Szerintetek a magyar rendszer egyébként túl liberális? Tulajdonképpen Magyarországon abszolút a nő döntése, és nagyjából senkinek semmiféle beleszólása nincsen ilyen szempontból. Magyarországon tulajdonképpen nagyon korlátozás nincs. Én szerintem ez egy önrendelkezési jog, amit meg kell hagyni a nőknek. Nyilván szörnyű az, amikor azt gondolod, hogy igen, már lehet, hogy van szívhangja, hogy az ott lehet, hogy egy érző lélek, szóval én sem azt gondolom, hogy ezt 100%-osan támogatom, de mégis nem gondolnám, hogy ki kéne venni ezt a nőnek a kezéből. Ez az ő esete, az ő története, az ő teste, az ő élete. Ez magával kapcsolatos, így is nagyon súlyos és nagyon nehéz döntés egyébként az abortusz, és nem ítélhetjük meg őt, hogy milyen helyzetben van, és mi történt.
Úgyhogy ez egy baromi nehéz kérdés nyilván, mert itt ugye a magzat jogait mondják, ugye az önrendelkezéshez való jogot állítják szembe, és melyik az erősebb. Én ezt nem nagyon súlyos hibának tartanám kivenni a nők kezéből ezt a dolgot. Hogy szóval... az a megszületett gyerek, akit a törvény megvéd ugyanaz abortusztól, de az édesanyja soha nem akarta. Igen, egy becsúszott gyerek, mondjuk így, jó? Vagy egy fogyatékos gyerek. Az egy másik kérdés, nem? Azt szerintem az egy egész másik kérdés, hogy azt az anya, a szülő vállalja le a fogyatékos gyereket, és utána rengeteg fogyatékos olyan ismerősen van, illetve olyan ismerősen van, akinek van fogyatékos gyereke, és ők gyönyörű életet élnek. Ezt mi gondoljuk azt, hogy ez egy szörnyű dolog egyébként, a legtöbb esetben nem az. De beszéljünk arról, amikor a nő nem akarja a gyereket, és úgy ők meg kell szülnie, és utána vele maradt például. Ott képzeld el azt az anya gyerek kapcsolatot, hogy azt szerintem mindig eszébe fog jutni egy anyának. Hát igen, ez, nem? Ráadásul ebből a szemben, bocsánat, hogy visszatérünk pillanatra a lengyelekhez, ők tök betegek, mert hogy fogamzásgátlást is nagyon nehezen tudsz magadnak elintézni, ószert is nagyon nehezen kapni, tehát ugye ott mindig rettenetesen nehéz, és ugye folyamatosan szűkítik a mozgásterét a dokiknak is, hogy mit írhatnak föl, hogyan kaphatsz fogamzásgátló tablettát, tehát minden úton módon azon dolgoznak, hogy ezt el lehet tenni. Csak ami szintén eszemel nyilván állnak olyan okok is, hogy szeretik a népesség szaporulatot valahogy egy kicsit felleníteni, de hát. az a tapasztalat egyébként, hogy az ilyeneknek sosem szokott jó vége lenni. Mert hogy egyébként a nők megoldják, hogyha arról van szó, csak nem biztonságos körülmények között, és sokszor rámegy az ő életük is. Egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Betesda gyermekkórházban nem végeznek abortuszt. Ez az egyetlen magyarországi kórház, ahol nincsen. Ők úgy döntöttek, hogy ők nem csinálnak. Igen. Hát igen, ez egy nehéz kérdés, hogy ki hogy dönt, de mondom, én ez a lengyel eset, ez teljesen, tehát ez szerintem teljesen nonsens, és egyáltalán nem követendő. Tehát ez út a sötét középkorba. Tehát ez teljesen elmebeteg és elmeháborodott. Hogy ne csökkenjen mondjuk a népesség, meg hogy tényleg minél többen legyenek, és mondjuk ha van ott népességfogyás, én ezt nem tudom, de hogy az mondjuk megálljon, akkor hozzalak olyan, mit tudom én, olyan gazdasági intézkedéseket, támogassák pénzzel, támogassák munkával, különböző szolgáltatások, juttatásokkal, stb. És akkor majd próbáljuk meg így elősegíteni. De ne úgy, hogy valakinek a legszigorúbb, legszemélyre szabadottabb magánügyébe beleszólnak, és rád kényszerítenek valamit. Na hát ezen háborogtam. Most egy kicsit egyébként szerdán hoznak döntés. Szerdán van döntés? Azt igen. Még nem olvastam. Igen, azt tudom, hogy feketébe öltözött mindenki, hatalmas tüntetések voltak. Igen. Van egy mozgástér, most úgy tűnik, hogy szerdán hozhatnak legkorábban, de legkésőbb november végéig kell, hogy ebben állást foglaljanak, de lehet, hogy már szerdán megszületik a döntés, hogy akkor ezt helyben hagyják, vagy sem. Sőt, ugye több opció van, vagy elfogadják teljes egészében ezt a törvényjavaslatot úgy, ahogy van, vagy népszavazást írnak ki rá. Úgyhogy ez a két lehetőség van. Hát igen, csak az a bajom, tudod, hogy aki el akar vetetni az elvetet, így hova megy majd, milyen kezekbe kerül, jól hajtják-e végre rajta, tehát, hogy láttuk már hasonló esetet ugye Texasban is, amikor ugye megpróbáltak ellehetetleníteni az abortusz, és szörnyű statisztikák jöttek, és rengeteg nő szerzett rengeteg olyan fizikai és érzelmi sérülést. Látják ezeket az adatokat, ez nem egy pontosan tudják, hogy milyen következményeket szül, akkor meg miért állnak bele ebbe a törvénybe. Tehát, hogy miért, persze a lobby, oké, egyik oldalról, de ha azt látom, hogy egyrészt hívőt veszitek ezzel, szimpatizást hívőt, támogatót, megosztom a nőket, megosztom a hívőket, ráadásul egy csomó nő életét is veszélyeztethetem, akik egyébként meg majd úgyis megoldják okosba, akkor meg mi a túrónak? Tehát, hogy ezek az emberek nem gondolkodnak, nem látják el ezeket az összefüggéseket, nem értem. Na, hát igen, érdekes. Nehéz kérdés, szerintem nincs egyfajta igazság ennek a válasznak, mert nagyon sokan ugye a magzat szempontjából mondják azt, hogy már pedig az abortusz az törvényellenes, és azzá kellene tenni, és egy érző lélek van, aki a nőt védi. Szóval én szerintem ebben nincs egyetemes igazság, de az ilyenfajta tiltás az sehova. A sose szül jó dolgot. Igen, mondom, a Texasban is volt egy hasonló, és hát szörnyű állapotok voltak. Úgyhogy igen, ez egy nehéz kérdés. Meglátjuk, mi lesz. Kíváncsi vagyok. Én is. Na jó van, drágáim. Reméljük, itthon erre nem kerül sor. Köszi, Júli. Köszönjük az Ajcsit, aranyos szia. Vagy. Köszönjük szépen. Megyünk tovább, játszunk. Már itt is van egy hallgatónk. Hármas ugrás játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello. Szia, honnan hívtál minket? Dunaújvárosból, jó szó, hello. És mit csinálsz, mit dolgozol? Én egy fémszerkezőgyártó cégnél vagyok, műszaki előkészítő. Jól van.
Hát akkor vágjunk bele. Milyenek a kérdések, Jani? Nő közepes. Közepes? A vége végig lehet zúzni rajta. El lehet vinni. Itt szól az első kérdés. Melyik filmmel játszott együtt Danny DeVito és Arnold Schwarzenegger? Itt vagy? Itt van az Ikrek. Jó vagy, abszolút, igen. De jó film volt. Igen. Helyes volt. Igen. Ki segített? Hát, a kollégák itt egy csoportba összegyűltek, és Kupak Tamácsként jött a válasz. Igen. De jó. Na figyelj, megyünk tovább. Melyik városban van a Juventus FC székhelye? Torino. De jó vagy. Első Roboland. Igen. Igen. A harmadik az kicsit nehezebb. Hagy menjen. Hagy menjen? Jó. Hány országgal határos Svájc? Így szól a kérdés. Van internet? Nem, baj. Nyugodtan számolgassátok össze. Hát számolgass egy picit, hát mit tudunk? Mi az, ami biztos? Fú, azt mondja, hogy... Hát tőlünk hogy menni? Franciaország. Egy. Igen. Német, kettő, olasz. Három. Ausztria. Négy. Nagyon jó, meg vagyunk. Akkor meg nem, még egy pici van, bocsánat. Liechtenstein. Meg is vagyunk, köszönjük. Aj, de jó volt! Hát, ez hihetetlen. Szuper! Igen. Szuper! Igen. Hát, ez hihetetlen. Végre bejutott hozzátok, is eszméletlen idő óta próbálkozok, és összejött, hihetetlen. Nagy sikerült is. Tök szép megoldás volt. Valaki segített, hogy tudtál nyitni egy térképet, vagy fejből ment? Volt térképünk, amúgy más segítségünk nem volt, mert nincs nekünk internet. Úgyhogy, de szuperek voltak a srácok. Jól van. Köszi, ciao. Hát, köszönjük. Gratulálunk. Szépen. Hello, ciao, ciao. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De szép, 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 szép megoldás. Mind a háromszor volt, így van. Fél tíz volt, 5 perc, eljövünk, vissza mindjárt. Egy autó megvásárlása komoly terheket róhat egy átlagos családra. Nagyon sokan vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy egy új vagy egy használt autót megvegyenek, pedig nagy szükség lenne rá. Egy beteg családtag, egy nehezen megközelíthető munkahely, és még sorolhatnánk az okokat. A Klassz FM segíteni szeretne. A Lada Hungary jóvoltából felajánlott Lada Kalina kombi személygépkocsit szeretnénk olyas valakinek adni, aki valóban rászorul. Ha tud ilyen családot, írjon nekünk az autókukac.klasszfm.hu címre, hogy ez a praktikus családi autó a legjobb helyre kerülhessen. Segítsünk együtt! Kilenc múlt már nagyon rég. 3-10 viszont még csak 4 perc. Szóval jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, már is mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye már tegnap kiderült számunkra, hogy lesz autó, mert a sales osztályunk akcióban lépett, ráadásul megkeresett bennünket a Lada Hungary projekt igazgatója, és így már tegnap délután hallottuk ugye a rádióban, hogy lesz egy vadonatúj autó, amit majd azon családok között sorsolunk ki, akik rászorulnak, most egy ilyen autót szeretnénk odaadni valakinek. Óriási, azokkal az extrákkal felfegyverkezve, felszerelve, amiket így összehoztunk a hallgatókkal karöltve. Mert már rengeteg felajánlás érkezett, egy külön utánfutó kell még majd, amivel bele tudjuk majd ezeket rakni. Rengeteg plusz extra, és most az extra nem úgy, hogy gumilábtörlő, meg bulogató kutya, hanem mindenféle csomagokat. Abból is jött azért egy pár. Abból is jött egy pár, így van. Úgyhogy beszéltünk Marko Zolival, a Lada Hungary projekt igazgatójával, hogy milyen autót adnának, és hát megköszöntük nekik, hogy ilyen kedvesek voltak. Szóval nem sokára egy újabb autót tudunk kisorsolni. Így van, a márka kereskedő Czárevicsével. Így van. Mondjuk majd az e-mail címet, hogy hova kell küldeni a leveleket. És ugye mivel pénteken megyünk a Euronics-be, pontosabban a Euronics-be, ugye egy budaörsi áruházunk előtt lesz majd felállítva az üvegstúdió. Fonetikusan mondtad, hogy egyébként aki nem hallgatja, csak olvas a műsort, az is akkor tudja. Euronics. Oda tudja jönni a Euronics. Vagy Euronics. Így van, szóval oda megyünk péntek reggel, rengeteg nyereményt viszünk magunkkal, sok mindent lehet majd nyerni. János kitalálta, hogy nálam aludna csütörtök éjszaka, mert hogy sokkal rövidebb ideig kell majd utazni autóval, hogy ott legyünk pénteken ugye a budaörsi áruháznál. Ismerve Jánost, az ő pedantériáját, kényszerességét és mániáit, én azt mondtam, hogy jöhet nyugodtan, alhat nálam, de no-go zóna a ház, igen, jelen pillanatban a kertbe. Mert ha nagyon korán kellek, akkor mindig cipőben alszom, és Balázs mondta, hogy nem szeretné, hogyha mondjuk így a damasztot összekosszolnám, ezért legyen inkább a kert. Igen, most én azt hittem, hogy ezzel kiszúrok Janival, és elmondom
vagy megakadályozva oda jöjjön, de itt csillant fel csak igazán a szemed, és mondtad, hogy hát ez neked egyáltalán nem baj, hozod a sátrad, a hálózsákodat. És utána megyek is, veszük meg, már megbeszéltem otthon. Teljesen beteg. Úgyhogy Áros jön hozzám csütörtök este sátrazni. A részleteket dolgoztuk. Nem alszom. A részleteket dolgoztuk ki, hogy néz ki majd ez a sátrazás, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na, hát akkor jössz. Megvagyunk. Mondom, le van már beszélve most, műsor után. Megyünk a sportáruházba, és veszek egy, egy sátrat, egy kétszemélyes. Hát, ha jó, a minus 20-as hálóságot azért tegyél be mellé. Polifam lesz. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Csáó, mi újság? Hát figyelj, tegnap elindult egy kampány, hogy mindenki menjen színházba. Hogy te ennek a részese vagy, én ezt tudom. Hát azt ne is mondd. Hát de most komolyan, hát hogy beszélsz erről, és amikor felsorolják, hogy kik vannak mögötte, és kik próbálják rávenni a rajongóikat, akkor te nem vagy a felsorolásban. Képzeld el, hogy nem kértek fel erre a kampányra, és én ritkán szoktam irigységet érezni, ha nem vagyok benne egy kampányban, de most kifejezetten azt érzem, mert van egy ilyen együtt kampányon a közéleti szereplők, énekesek, sportolók a színházért, és én, aki annyit tett a színházért rádióban, mint soha senki, egyfajta színház egy hétben legalább, nem? Nyomok? Há, most már azért nem egy hét, most már azért régóta hintem az ígértel, hogy tessék színházba járni. Nem kerestek meg, mert rád külön kampány fog épülni, külön kampányt akarnak csinálni, aminek csak te leszel az arca. Nem, azok ott mind érted egy csomag, érted, összesen tudnak annyi lelkesedést felmutatni a színház iránt, mint te egyedül. És ezért egy külön kampány lesz. Rólad jutott eszükbe egyáltalán. Tehát valószínűleg hallgatták ők is a Mornisot, azt mondták, te csinálj már erre egy kampányt. Színház kampány. Nem mertek rá megkérni. Hát ez nekem fáj. Komolyan fáj. Én, aki darabokat ajánl, aki színházakról mesél, aki elmondja, hogy melyik a jó darab, mit kell megnézni. Hol voltam múlt héten? Mit nézzetek meg? Nem kérnek föl egy olyan kampányba, ami arról szól, hogy népszerűsítsük a színházat. Én még egy körrel hátrébb vagyok, én még a mozinál vagyok, ha nem olyan nagy baj. Majd moziba jársz? Képzeljétek el, tegnap megnéztem premier előtt a Lánya vonaton. Ez megvan nektek ez a... Én olvastam könyvben. Olvastam könyvben. Én is olvastam könyvben. És én jártam vonattal. És én is vagyok. Lányjal. Én lány vagyok. Nem emlékszem rá, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy ennyire vártam volna egy filmet, hogy ezt hogy csinálják meg. És? Zseniális volt. Nézd meg, azt nem tudom, hogy aki nem olvasta a könyvet, az mennyire van képben, mert egy kicsit ugrál itt az idősíkban a történet. Nem mindenki hülye. Tehát, hogy biztos érdemli fogják csak úgy csinálták. Én szeretem, aminek elolvastam a könyvet, annak a filmjét megnézni. Én ugyanis, és megnéztem, nagyon-nagyon jó film. Úgyhogy neked ajánlom, de mindenki másnak is, aki nem olvasta. Akkor most nem mondom el, mi a vége. Hogy ki a gyilkos? Nem mondom el, mert hogy el lehetne. Nagyon durvát lehetne spoilerezni. Igen, de egyébként tényleg a könyvben is nagyon jó. Zseniális a film is. És ugyanúgy vették el, tehát Rachel a csaj, ugyanúgy hívják minden? Mindenkit ugyanúgy hívnak, és ráadásul annyira jól volt megírva a könyv, hogy én láttam azokat a házakat, a szereplőket, tehát nagyon jól kiválasztották a helyszínt, a karaktereket tök jól megcsinálták. Tehát pont úgy képzeltem a rendőrnőt például, tehát ez egész tökéletes. Igen, jó kis film. Na jól van. Mondod, hát akkor te, aki még nem láttad, de... Én nem, bocsánat, akarom, hogy jó kis könyv, mert én könyvben olvastam, és nagyon tetszett könyvben. Ritkán olvasok kinyit könyvben, mert nem szeretem, de jó, érdemes volt. Jól van megírva, igen. Figyelj, most visszatérve az előző témára. A színházra? Ajánljak darabot? Nem, semmiképp. Milyen lenne színházban a Lánya vonaton? Saját Facebook oldalot ajánlgassam, már 160 ezer ember. Három napja nem posztoltam. Hát na, erről beszélnünk kéne. Mondjátok. Hát mindennapi poszt. Annak az nem csenget le? Nem. Minden nap kell egy ilyen? Minden nap egy poszt. Olyan jó volt, most három napig nem, akkor ma négy. Tehát tök egyértelmű, tökéletesen igazán a Ferinek. Csak mondani akartam, hogy a Nacsának meg Németh Kristófnak most lesz saját színháza. Mi lenne, hogy a Sebesnyi Balázs Teátrum lenne a neve? Igen, hallottam, még most magánszínházat alapítanak, igen. Mindjárt. De nem. Jó, oké, nem. Hát akkor ez most nem jött össze. Hálottasi Víg Színház. Enikő. Jó van, Csabikám, milyen zenéi lesznek? Remek zenéi? Ha azt mondjuk, hogy DJ, akkor mindenkinek düc-düc zene ugrik be, vagy legalábbis így volt ez a múltban. Mindenkinek DJ Oti ugrik DJ be. Oti. Ma már ez teljesen megváltozott. Most nem csak DJ, a DJ-k nem csak diszkóban állnak és zenéket kevernek, hanem zenei producerek, music producerek. Ilyen Kungs, akik már nagyon sokszor ajánlottam nektek, úgyhogy most valószínűleg is Kungs a zenéket. Egy jó Kungs. És most összeállt egy
angol énekessel, Jamie Ann Cummons ez a neve, és egy olyan dalt hoztak, ami mondjuk, ha egy kicsit más a hangszerelése, tehát mondjuk a dob vagy a ritmus szekciónak az alapja más, kicsit ilyen retrosabb, akkor bármelyik 80-as évekbeli Whitesnake lemezre is felfélt volna, mert hogy a ilyen rhythm and blues-os, és a szöveg sem túlságosan bonyolult. Az a cím, hogy Don't You Know, ezt ajánlom nektek, mert nagyon-nagyon zseniális. Ilyen dallamtapadásos, erre vigyázzatok. Csabikám, köszönjük szépen. Nem elfelejtem, hogy van egy e-mail címünk. Így van. Ugye ez az autokukac@klasszfm.hu. Ide várunk minden olyan levelet. És csak ide. És csak ide, így van. Reggel ide mondtunk egy morning show, de nem. Ez most akkor az autokukac@klasszfm.hu. Ide várunk minden olyan levelet, aki magáról azt gondolja, hogy hát megérdemelni ezt az autót. Itt családokon szeretnénk segíteni, akár nagy családokon is, vagy olyan családon, ahol beteg gyermek van, és létszükség lenne egy autó. Tehát azok írjanak, akik most autó szempontjából rászorulónak számítanak. Ezt mindenki önmagára bízzuk, hogy kiír nekünk levelet, nyilván. Nincsen semmilyen kritérium, hogy hány gyereknek kell lenni, és nem sokára egy vadonatúj Lada. Vagy hát majdnem új, ugye, mert egy 2000 kilométer van benne, de igazából mintha új lenne. Mindenféle extra csomaggal gazdára talál, kisorsolunk majd valaki vagy valaki között ezt egy szép autót. És tényleg nagyon-nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy sem komment formájában a Facebookon, sem pedig SMS-ben ne küldjenek el nekünk jelentkezést, tényleg csak és kizárólag e-mail. Igen. Erre az e-mail cím. Igen, és a sorsára sem biztos, hogy jó szó, mert hogy választani fogunk majd. Tehát eldöntjük, hogy legyen. Vagy ezt még kidolgozzuk majd. Jó, mindenesetre várjuk a leveleket, még van időm. Csabikám, jó munkát neked? Kösz. Jövünk holnap 6 órakor. Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.